Megjött a stílus, a Gucci-rat ledobhatod. Az itt most kínos, sárcog a gépisztoly. Hullanak a hullák, a top 1-es játékon, hát szétcsap itt a hullám. Szikanyakú kis csirák, ez nem a level 1-es. Már születésemkor eldőlt, hogy én leszek a nyertes. Hát tudd meg te is kis csávok, ki az kitelibe tol. Hát ordítsd a neve, mint a fenomen bor. Fenomen bor. Csillagot, oszt, ne felejtsd a lájkot. Csatogjon az ákat, lát, hogy követem a csávot. Ne kamuzza nekem, mert a talpat kihasítom. Hát így már tesó, ne baszd fel a hangulatom. Legyél már egy kicsit türelemmel, gizd a csákó. Mindjárt indulunk élőbe, ez már itt a zárszó. 3-2-1, kezembe már a start pisztoly. Ordítsd a nevem, itt a Fenomen Boy. Fenomen Boy. Király, megjött a stílus, a Gucci-rat ledobhatod. Az itt most kínos, sárcog a gépisztoly. Hullanak a hullák, a top 1-es játékon, hát szétcsap itt a hullám. Szikanyakú kis csirák, ez nem a level 1-es. Már születésemkor eldőlt, hogy én leszek a nyertes. Hát tudd meg te is kis csávok, ki az kitelibe tol. Hát ordítsd a neve, mint a Fenomen Boy. Fenomen Boy. Vigyél már pár csillagot, oszt, ne felejtsd a lájkot. Csatogjon az ákat, lát, hogy követem a csávot. Ne kamuzza nekem, mert a talpat kihasítom. Hát így már tesó, ne baszd fel a hangulatom. Legyél már egy kicsit türelemmel, gizd a csákó. Mindjárt indulunk élőbe, ez már itt a zárszó. 3-2-1, kezembe már a start pisztoly. Ordítsd a nevem, itt a Fenomen Boy. Fenomen Boy. Fenomen Boy. Király, megjött a stílus, a Gucci-rat ledobhatod. Az itt most kínos, sárcog a gépisztoly. Hullanak a hullák, a top 1-es játékon, hát szétcsap itt a hullám. Szikanyakú kis csirák, ez nem a level 1-es. Már születésemkor eldőlt, hogy én leszek a nyertes. Hát tudd meg te is kis csávó, ki az kitelibe tol. Hát ordítsd a neve, mint a Fenomen Boy. Fenomen Boy. Már pár csillagot, oszt, ne felejtsd a lájkot. Csatogjon az álkapcát, hogy követem a csávot. Ne kamuzza nekem, mert a talpat kihasítom. Hát így már tesó, ne baszd fel a hangulatom. Legyél már egy kicsit türelemmel, gizd a csákó. Mindjárt indulunk élőbe, ez már itt a zárszó. 3-2-1, kezembe már a start pisztoly. Ordítsd a nevem, itt a Fenomen Boy. Fenomen Boy. Király, megjött a stílus, a Gucci-rat ledobhatod, az itt most kínos. Azaz, köszi a lájkot, Zsoltika. Na, sziasztok gyerekek, sziasztok. Na, minden szép és jó. Megy a hang? Megy a kép? Minden szép és jó? Pacek? Mint mindig? Vagy csak pacek, mint néha? Kérdem én. Valami hang nincs duplán, ahogy? Elméletben nincs. Na, vázolom a fasza, köszi. Hopp, és Tamás Gajda, köszi a lájkot. Na, vázolom a szitut, a mai szitut, hogy mi a tárv. Az új tárv. Az új tárv az, hogy mivel a tegnap majdnem megszentségtelenítették a testemet. Így elmegyünk a rendőrségre, az berúgunk vagy két ablakot. Mit szóltok? Kérdezzük már meg, hogy mi a fasz van a rendőrségen, azt vesznek fel még embert? Kell oda valaki, valami? Hát legyünk már zsernyákok, a bazd meg. Mi a csöcs? Érted? Na. Az most az a problém, big problem, hogy most kell izélni, bazzek, putizni. Puti van, ismét. Hogy közben egy cigit rárántok, gyerekek, lazán lehet közben lájkolni, osztani, szexuálni, meg ilyenek. Én itt most hogy is csináljam? Hát úgy csinálom, hogy keresztül kasul itt mindenen. Értitek? Azt ennyi. Megyünk és megnézzük, hogy mi van a milícián. A milícia. Milícia, pilícia. Itt a kis Sunyi utcákban végig gyalunk. Itt kúrtak amúgy meg majdnem a tegnap. Az orosz spanok. Ruszki paruszki.
Tudjátok. Na. Közben a gyerek, ha nem bírja, hentes alkalmazott vagyok. Hát, majd mindjárt nem leszek. Sikerül beállnom a zsernyalkokhoz, ami persze kérdéses. Lehet, hogy elmegyek a zsernyalkokhoz, az 10 év van. Szoszi. Megkúrnak. Szevasz György, köszi a micsodát, lájkot, igen. Látom, Twitchről is vagyunk. Meg Facse, Facseről is. Jó, közel vagyok, jó a kép, minden jó, minden szép. Próbáltam mindent. Tudom, hogy lájkoltad, tesó. Most köszöntem meg. Megint komolytalan, baszott, közben cigizek, elveszem a fészkemet addig, hogy nem zavarja a pofátokot, a pofám. Jó? A pofátokat. A sármos csávónak az arca. Értitek? Most ennyi. Köszi Gyulám, köszi. Köszi a lájkot. Szevasz Robert, hello. Mizu van, bratyesz. Vaffan kulitto. Per tutto. Dehogy story mode, György. Hát figyelj, oda kapol mindjárt egy tapsifüles. Tájfölös lángos krémest, öcsém. Köszi a lájkot, Roberto. Lehet követni gyerekek, lehet osztani a live-ot, lehet nyomni a hasasokat, a cigánkarakát, mivel hogy még ma, kivételesen csak nektek, de ma, mivel ma ilyen kedvem van amúgy, riportokat ne spammeljük, jó, persze. Ingyen van, értitek? Mivel hogy most finom vagyok, és nőies, és ingyen van. Tehát ez nem a story mód, György. Válaszoljak neked. Ez tesám, ez RP in the house. Aha. Amúgy. Csak közben itt a fejembe is. Ez örög a mobil. Evil Vithi Mama, hát az rájtély. György, az nagy rájtély. Többé valószínű, hogy Evil Vithin a mai nap folyamán nem lesz. Mivel most lesz egy kis RP. Ami persze lehet egy fél órás, egy órás, akár kettő órás is. Ez még ugye a jövő zenéje. Azt mindjárt itt vagyok a rendőrségen. Úgy békaratézom, bazeg kapuéra, abba megyek be az ablakon. Figyelitek? Az tízé. Ezt majd délután este fele ismét RP lesz, de akkor ugye nem a saját csatornámon, de amúgy ugyanúgy tudtok attól eltekintve. Hopp, itt átugrunk, követni. Sár alért nem megy, lehetetlen. De amúgy nincs kizárva. Micsoda, Notoreto, Vanabicom, Famous, nem akarok Famous lenni, bazdmeg. Jó nekem ez a... Ez az alap amatőr szint. Nem akarok Famous lenni. I don't want to become Famous. Na. Most válaszoltam a csávónak. Íj, mennyien jöztök, várd el, gyász az agyatokat. I don't want to become famous. Thank you. Goodbye. Amúgy. Hát a sáré az lehet nem megy, bazd meg, de az akkor még nem megy. Amúgy. Egyéb minden megy, és a sári nem megy. Hogy értsem, hát ez komolytalanság. Meg a bekövetés sem menne? Amúgy bekövetett egyáltalán valaki. Ez itt a kérdés. Osztottad, de nem jött alért? Ha mi a fasz? Megint az alért megkúrta az édesanyját? Hol van ez a milícia, a pilícia, meddig kell még menni? Íííí, more! Közben fogyasztok egy kis frissítőt, meg közben cigizgetek, azért nincs fészkem, ha valakit netán zavarna, vagy kérdés lenne. Értitek? Na, úgy lehet, hogy itt vagyok, gyöngyösen megérkeztem. Mindjárt. Se dello, se autó, se semmi. Íh, more, nagyon csőlakó vagyok. Baszod. De legalább a kondi megvan. Értitek? A kondi. Elméletben az az épület, vagy a túlsó épület, valamelyik a rendőrség. Ha nagyon közel kell járnom, ha minden igaz. Köszi szépen, Zsoltika, hogy szóltál. Tudjam, hogy hány kiló vagyok. Ilyen egy autó. Rendőrautó? Aha. Onnan jött a rendőrautó, akkor jó fele megyek, vagy nem? Íííí, megint Dominikus Friderikus Sándor, megjöttél a lájkjaiddal.
Most orvérzésig lájkolott. Köszi a lájkot Melissa és Dominikus. Követés, nem tudom, lehet követés is izébe van, mindig van. De reméljük, hogy az nem. De lehet, hogy csak a mai nap folyamán, tehát ebben a live-ban csak a lájkokat fogom tudni megköszönni. Itt dúl az élet, itt komoly menet van, itt a rendőrök kúrják. Vagy a rendőröket kúrják? Inkább a rendőröket. Nem kéne elüssetek, more? És itt a rendőrség. De hát itt komoly buli van. Na, megjött a sár. Zsoltika, Dominiknak bekúrta a sárét. Be kéne egy... Íj, milyen BMW, ezt el kéne csúrgyilni. Üle benne valaki. Hát nem, bazd meg, de most nem zelegorkodunk, ha jövünk a rendőrségre. Uram! Haló, igen? Haló, igen, jó napot, igen. Kivel? Be akart ülni abba a BMW-be, vagy mi? Nem, csak megnéztem, milyen szépek a felnék. Messziről, hát, hogy... Szebben egy fokkal kérhetem. Hát, more, csak megdicsértem. A lopás ője meg, de amúgy nem akartam, ne, csóró vagyok. Tegnap is... Már ne haragudj, meg azt látom. A tegnap... Köszönöm. A tegnap is éppen... Megkupoztak meg minden. Azt mondom, baszok bele, azt veszek mást. Jövök a rendőrségre, próbálok szerencsét, hogy nem-e van valami fölvétel itt a rendőrei között, vagy valami. Hát, uram, maga bevándorló? Hát én igen, bassza meg. Én a kerítésen szöktem át amúgy. Igen. Én jöttem a tömeggel annó. Akkor olyan, mint Igor. Igor? Hát ki a faszom az Igor? Milyen Igor? Ez valami... Én vagyok Igor, okos tojás! Csoró, kéred a pofot? Mi? Már így? Bocsánat, uram, csak itt ma mostak fel a takarítónők, aztán megcsúsztam. A rendőrség előtt bazd meg maga így zelegorkodik. Hát maga ki a faszom? Mi? Hát ez milyen? Bemutatkoznék. Na, itt szeretet. Vasili vagyok, a Los Santosi rendőrfőkapitányságnak a... Rendőrfőkapitány, geco, hát ember, hát de maga civilbe itt spekulálzik, vagy mi a csöcsöm? Uram, nem vagyok szolgálatban, az embereim látja, ők ott, éppen ott is most... Hát ott látom, ott dúl. Igen. Ott ők dolgoznak, nekem nem muszáj mindig fölvennem a szerkót ahhoz, hogy... Jaj, maga ilyen ügynök, ilyen beépített, ilyen minden, all in batolja, vagy mi? Uram, Afganisztánba, Irakba... Szép napot! Jó napot! Félre, jó napot ki... Jó napot kívánok! Maga akkor... Uram, mondom, menjen félre! Éppen beszélek! Maga tényleg valami nagy góri. A csoró hogy elment? Icsak. Hát persze, hát itt izé van ám, szigor van, uram. És maga ide szerette csatlakozni. Halk a másik útja? Player hát hangja. Hát maga egyáltalán a háborúba, uram! Na pillanat, uram, meg közben a fejembe sírnak a fannyaim, hogy valami halk. Nagyon halk. Szerintem önnek a hangját nem hallják, azt megpróbálnám azt megoldani. Egy fél perc. Uram. Uram, tudok segíteni, ha gondolja. Vagy esetleg ön, ha a mikrofonján bazd meg azon a cső mikrofonon. Uram, igen. Uram, kiabálok magával, érti, uram? Kiabál? Na most jobb-e, Zsoltika? Hát akkor biztos jobb lett. Na szóval, következő a kérdés. Maga akkor itt a góré? A rendőrösön? Igor Vasili, személyesen. Akkor lehet magával is kommunikálni amúgy, nem? Lehet, igen. Hát csak velem lehet. Ja, hogy csak önnel lehet. Aha, értem. Várjon egy kicsit, uram. Várok. Ja, most oké. Na jó, Zsoltika. Most rátolt a gyerek a Mikijére. Vagy mi a fasz. Most én itt meddig várok? Mi a faszom? Közben visszaadom. Jöjjön, bemegyünk az irodámba, beszélgetünk egy kicsit, jó? Na, vezessen, mutassa az utat. Mondja, majd tudunk beszélni? Majd tudunk most. Amikor izébe leszel. Istenbe leszel akkor. Ja, majd beszélünk. Csak már egy kicsit felkúrt az egyik isten. Beszélünk, hogy... Hogy értve, hogy orosz? Jó. Nem orosz szokva ezek, Zsoltika. Jöjjön, uram, jöjjön. Jövök, Kend, mutassa az utat, Ne feszülesz, uram. Hát én nem feszülészek, ha feszülészek, az nem ilyen. Így maga teleportol, maga nagyon teleportol. Na, tovább. Aha, ide be, igen. Igen, és? Uram, igen, teleportál, ugorjon egyet, így.
Aha, egyből jobb. Aha, igen. De ugye ön most nem valahova a pincébe szeretne bevinni, ahol valami dildók előkerülnek meg ilyen eszközök? Uram, ilyen... ne haragudjon, maga a homoszexuális felütöttságú? Nem, per pillanat nem vagyok homoszexuális, de viszont nem válogatok. Most tudarvilágot értem, élünk. Értem. Nézze, uram. Ide tessék befáradni, mindjárt jövök. Captain's Office, dicsak. A kettennek az office-ába bejöttem. Na várd el, gyász. És akkor most mi van? Ide leülhetek legalább? Vagy nem ülhetek le? Vagy most mi van? Így megint megjött a fizu. 500 dolcsi, jó kevés. Le kéne ülnöm. A tiszteletem, uram. Na jó napot. Csak átvettem a szerepet. Aha, aha. Hivatalosabbnak tűnjek, meg lássa azért, hogy azért... Hogy kivel beszélek. Szigorú a kiállás, nem tudom, látja, tehát azért ő... Hát annyira nem, de azért szigorú. Igen, igen. Igen, igen, tekintélyt parancsoló a kiállásom, uram. Hát, igen, igen. Mondjuk úgy, hogy na, igen. Akkor uram, meséljen egy kicsit magáról, hogy miért is szerette rendőr lenni, volt-e katona, járt-e háborúban, missziókban, Irakban, Afganisztánban? Az a beszéd, hát milyen beszéd. A vadászpilótáknál szolgáltam, még 72 tavaszán, amikor a Pentagonnál voltam. Csak olyan zavarba vagyok, le kéne üljek, nem tudnék ide leülni? Vagy oda esetleg ide, uram, ide az asztal uram, mellé? Ide, az asztal... ide csücsüljön le, uram. Ide csücsüljön le. Na jó, na. Tudja, hogy kell leülni, uram? Hát nem. Nem, de maga majd megmondja. Hát gondolom... Per e. Szóköz. Szekre. Úr. Na várjon, uram. Először is tére kellene gondolnom, ugye? Vagy nem? Igen, uram, igen. Igen, úgy indul. Per e, szoköz, szekre, ul. Így nézze, uram, kiírom magának. Na úgy, na. Lássak. Várja, írja ki a muki. Így, uram. Jaj, székre ül! Aha. Székre ül. Azt mondta, hogy APR, hát ez nem értem. Space, bazd meg! Mó. Na, összejött, uram, csak hát itt egy picit az AVC-vel probléma van. Szerintem önnél, ne vegye sértésnek, mert a PR az nálam... A falván, ahonnan jöttem, messziről, Irakfalváról, ott kötőjel. Na mindegy, összejött. Igen, voltam háborúban, voltam én mindenféle kiképzésen. Na, de a következő a szitu. Hát ez a város eléggé mozgalmas. Sok a nagy pöcsű, a nagy hímveszővel rendelkező személy. Azt úton, útfélen, én nem tudom, kakuktojás vagyok, vagy ennyire bejövök a csávoknak, de hát... Sokat feküdt a szoliba, uram. Soliba? Hát... És túl rikító a ruházata a szolibarna csokimázó testecskéjéhez. Tehát ilyen messziről ilyen kis kakuktojás vagyok, nem? De hát ugye a napra lehet nézni, de magára nem. Aha. Maga amúgy nagyon sérteget már, alapból egy picit amúgy nem nagyon... Így abban a viszkiben van, töltsön szaj poára a hely. Ott sincs. Hozom. Ott sincsunk, hát mi a fasz? De ki ez a fasz? Amúgy. Most ez a... Köszöntem szépen. Na szóval, van fölvétel a milicián a Kobra 11-nél, vagy nincs? Mert szeretnék a rend örei közébe állni, hogy csináljak rendet, és mutassam meg, hogy kell a rendet. Hát terem. Azt tudnia kell, uram, igen, hogy itt az összes járőröm, úgy vettem föl, hogy mindegyik háborús hős volt ennek előtte az univerzumba, és tehát mindenki nagyon képzett, itt rengeteg mafia uralkodna a városban, csak megtudják, hogy jön Igor, Vasili és az LSPD. Az lenne ön, ugye bár? Ott izé van, ott Fatal van. Fatal Error, vagy micsoda? Vagy Finish Him? Igen, vagy, aha. Fatal Error, így csinálnak egy Error. Aha. Amikor ez történik. Ha arra gondolnak, akkor ez történik, aha, ezt igen, vágom. Igen, uram. Úgyhogy,
Úgyhogy igen, ő felveszem magát, nekem nagyon szimpatikus, hogy maga a Pentagonnál szolgált, ez engem nagyon szimpatikusá tesz. Igor Vasilit. Úgyhogy odafáradnék a számítógépemhez, és akkor a papírmunkát gyorsan a számítógépembe bevinném, ha nem haragszik meg. Na, hát bátran, nyugodtan, szívet neki, addig itt megvárom nyugodtan. Na gyerekek, amúgy Zsoltika, kapcsoltam, hogy mire értetted. Igen, a neve, hogy Igor, meg a beütés, igen, egy picit a beszédje ilyen ruszki-paruszki, igen, amúgy mondasz valamit. Picit ilyen orosz a gyerek. Felletté véve a polisz által. Átnyújtom az úrnak a szerződését, kérem olvassa át. Polisz által föllettem véve, azt mondja. Aha. Kadét pozícióban fog kezdeni az úr, jó? Aztán a idővel, ahogy telik az idő, akkor beszélhetünk nagyobb rangokról. Egyértelmű. Fizetésemelésről is, jó? Egyértelmű, igen. Akkor körbe mutatnám magának a mi kis bázisunkat, ha szabad az úrnak. Hát most belefér, de amúgy mivel kelek föl? Gondoljon az X-re, uram. Amúgy tudtam, csak kíváncsi voltam, hogy ön tudja egyáltalán? Amúgy köszönöm. Hát uram, én nem tudom, én egyébként nagyon analfabéta vagyok az ilyen dolgokhoz. Ilyen mukinak a fia vezeti itt a menetet. Na mindegy. Hát, na, mutassa az utat, főnök. Rendben, oké. De amúgy itt amúgy fúj a szél, itt a rendőrségen, csak maga van egyedül. Hát itt, ha valakik jönnek és lerohanják, akkor itt maga a kupot fölveszi. De uram, engem egy nem mernek lerohanni, kettő az alkalmazottjaim... Azaz, Adrián, köszi. ...hogy rend legyen és fegyelem. Aha. Ott tud átöltözni, uram, ez itt az öltöző. Ott tudja fölvenni a... Rámegy arra, hogy rendőr... Igen, azt föl is veszem, azt intézem, jó? Ha nem probléma. Mellény ilyesmit nem kell, uram, mert kicsit bogaras lesz tőle. Aha. Change clothes, csak nem látom a clothes-okat. Közti Johnny Dávid, vagy Johnny Dávid a bekövetést. Civil ruha, golyóálló, láthatósági, rendőr ruha, bam! Veszarok, hogy diszkjön, csáv! Na, sukár a gyerek, mi, sukár? Ez igen, uram, maga igen, tekintélyt parancsoló. Itt kezdődik. Csinos kis öltönyben. Itt kezdődik. Megszabom az öltönyt, amúgy nem az öltöny szab meg, csak megsugom. Ja, ne haragudjon, uram, mutatkozzunk be egymásnak, mit szól? Na, mutatkozzunk. Igor, micsoda, kicsoda? Már picit ilyen élelmeszesedett vagyok, néha ilyen szélütések történnek. Per, elfogadra gondol az úr, aztán egy szó köz, és a 8-as messzámot legyen szíves odaírni. Per és 8-as? Nem, per, elfogad, szoköz, ja, 8-as. Elfogad, szoköz, 8-as. Bam. Aha, the boy. Aha, ugye? Igor Vasili, igen. Azaz. Mutatom a fegyveraktárat. Mutassa. Aztán a fogdát, aztán pedig ahol az autót ki tudja... Azaz, Adrián! Adrián, hol ezt bevertél, 10 rádion meg az életedet, szív testvérem, Zsámózsá. Megvan értve. Mutassa az utat. Addig be is lövöm ide a 111-est. Vétel. Várjál, Vétel! Bazd meg, hova szepletől. Enter. Aló, igen, Vétel. Vétel jár, a tétúr. Na, hol van a muki? Hova lett távozni, meg nem látom. Mi a gecó? Jaja. Menjünk vissza. A város felé mosolytuk el a... Most megyünk el a public mellett. Most már hallom a rádiójukat. Uram, itt tudja kivenni a fegyvereket, ami a rangjához hozzá van írva, azt az összeset egy-egy dollárkáért ki tudja. Egy ember is menekül tovább. Dollárkáért? Mit gondolt, uram, ingyen adom magának a fegyvereket? Hát ez az izé, tudja, ez az ilyen kölcsönség. Visszament a kaszinó fele az autópályán. Milyen színű autó? Na, egy pillanat, a rádiót kapcsoljam ki, mert itt bezavarnak a kollégák.
aztán instant lőjétek. Anya, addig menjen nyugodtan amúgy. Kolléga, kiestem a kocsiból, jöjjön. Várjatok csak, gyerekek. Kolléga, Zolika is van ezt a köszi. Azt a mindenét. Na várjatok, mi a gecó van. Hogy veszem elni a rádiót. Valakiért nem tud jönni a kaszinóhoz, létszik. Most miért nem tudom elővenni a kibebaszott rádiót? Mert rá gondolok Emre, mint Mikulás, és mégsem. Be van bogarasodva, menjünk ki innen, uram. Na jó, menjünk ki innen. Most a fegyvárt nem vettem el, de mehetünk. Így várjál, már rossz fel eljöttem, more. Amúgy picit, mintha laggolna a game, gyerekek, nem? Akkor körözünk egy Bugatti Tigo-t, egy fehéret. Na? Maga eltűnt. Nem is látom. Hova lett el ez a more? Ha? Egyel följebb ment? Vagy lejjebb? Hogy most mi van? Miért nem szól vele a rádióba, dicsa? Hol lettel? Micsoda? Ez nem ment rendőrök. Valaki beírt. Aha. Szerintem egyel fennebb van a csávó vagy. Lássuk csak. Emelettel fennebb, mi a csöcsön van, nézzük csak meg. Vagy ezek lám vannak, baszod? Aha. Valaki behozott valakit. Ja, mindjárt itt jól lett. Látja, azt se tudja, hova kell menni, komolyan mondom. El vagyok persze, bassza meg a csávó nélkül. Na várjál már. Zsamó. Kurva nagy amúgy ez az épület. Váltok távolabbi. Erre visszahagyod. Azt mondom, hogy ott találtam. Kimegyek szerintem a rendőrség épület elé. Ezt megpróbálom a rádiót zárva. Mi az, hogy zárva? Nyitsad ki! Hallott komám! Na mondd el, szevasz! Nem lehet feljelentést tenni? Feljelentést? Miért ne lehetne? Hát hol van a... Hol van a nagysága? Itt. Jó, van. Gondolom én. Kell egy fullám. Rendőr úrnak van egy pók a lábán, ugarja már minek? Egyet. Köszi. Azaz, én köszöntem. Na, igen? Az a lényeg, hogy te vagyon a bélyeg. Na, ott tartom. Tagadjon. Köcsög gyerek, odősz meg. Szia életem, puszi. Igaz ilyen név, vagy ilyen fedő név. Az azt, kovács, köszi, Horvát. Ezért fuvarozni engem, meg ilyeneket beszélt. Aztán itt már püstököt tartott rám, míg ilyeneket. Aztán mondta, adta neki egy ezrest. És akkor az ezresért? Ott hagyott. Aha. Tehát ez szóval ilyen kézkezetmos dolog volt. Aha. Igen, hát akkor itt szerintem nincs, amiről beszélnünk. Akkor kapják már, azt hozzák már be, azt hozzam már föl. Igen, és... Meg adjam már vissza. Értem én, de hát az ezrest miért kellett odaadni? Hát, hogy ne pakoljon ki. Mert 10 000-ekkel járkál folyamatosan. 10 000-ekkel folyamatosan? Hát ez illik? De amúgy mükszik a... Az automaták nem működnek? De biztos működnek, de azt kivettem. De működnek. Kocsit akartam venni, aztán nem volt elég pénzem. Aha. Ki volt az illető még egyszer? Kovács Bence-n hívják. Kovács Bence, aha. Fölírom, pillanat. Ajaj, jön valaki. Jajaj, ő az, bazd meg, úristen. Húzd már. Hol van a csávó, bazd meg? Na várjatok már itt, engem én már munkával vartam, most mi van? Főni, mára vagy, közben itt... Te, hallod húzzám, hogy nem felruglak. Közben itt dúl a buli. Kemény vagy hülye gyerek, gyerek. Hol vagytok? Itt a váróban az előőrsön sokan vannak, és nagyon zelegorkodnak. Itt van ez a kocsőg, ez a rabló. Most azt sem tudom, mit évő legyek. Menjek ki és kuppoljak meg mindenkit, pofozzak föl. Ha? Kapsz egy fullánkot. Annyi csak ki.
Hát meg én bejöttem a rendőrségre, de most itt én vagyok az ASZ, vagy most mi az? Na-na. Gyere már fel, légy szíves egy kicsit, mert van egy elég nagy probléma egy csávóval. Na? Ja, oké. Okay. Haló? Na, Önni. Itt vagyok, csak izé a fejem valami ja, elszállt. Értem, értem. Közben lekeveredtem a váróba, azt meg ott már meg is leptek az emberek, hogy feljelentést szeretnének tenni, meg stb. Stb. Hát mondom, tesó. Megtörtént amúgy a kihallgatás, de hát ott szerintem valami kézkezett most buli történhetett, már valami csávót. Ezért sikerült fegyvereket kivenni, uram? Hát nem vettem ki, hát azt mondta, hogy kocoljunk onnan, mivel hogy bogaras. Ja, akkor menjünk. Na menjünk. Hol is volt? Már van? Aha. Milyen Jani? Jani, a Jani, a Janinak a fia. Rendőrfőnök vagyok, szép öcsém, úgyhogy szebben egy fokkal. Szebben egy fokkal. Mi van? Mi az, hogy mi van? Nagyon durca ez az Igor. Mindjárt vettek egy nyakas neki. Oké, okay, intézem. Fegyver kivétele bazd meg, nem? Pump shotgun. Ott csak oda, köszi. Van egy pump shotgun. Jó, és? Igen, pump shotgun. Most kivétel vagy vásárlás amúgy? Hát ott meg tudod vásárolgatni, ott van olyan, hogy... Ja, igen, egy dodóé, ugye? Így van. Amit mondtál, napi pillanat. Közben egy-egyet szögdösök. És akkor most. Csak hát milyen hülye helyre van rakva az a menü? Látjátok amúgy, gyerekek? Na, fegyvervásárlás. Van gumibot? Hát ezt kérem. Az a beszéd. Nem engedheti meg magának ezt a fegyvert. Oké. Okay. Ízer nem engedheti meg magának. Pisztoly nem engedheti meg magának. Oké. Okay. Na figyelj ide, főnök, hát alapból a vásárlásnál a három opció, egészen a baseball zütő, én így mondom, de nem az volt, a gumibot gondolom, meg egy, még vagy két opció, azt nem engedheti meg magának, de viszont a fegyver kivételnél, tehát hogy... Tessék újra mondani. Na akkor mondom még egyszer. Új üzenet, micsoda. Gyorsajtás, megkapjuk telefonon az infót. Aha. Na szóval, vásárolni nem engedheti meg ön ezt a fegyvert. Csak a kivétel. És a kivételnél ott pedig kivettem egy pump shotgun-t. Ennyi. Várjon, uram. Oké. Okay. Gondolom, itt most valami engedély. Kapok valami zöld utat. Közben kellene ennem meg innom. Próbálj meg most. Adtam magának egy kis lóvét. Hát amúgy az volt szerintem nálam, de megpróbálom. Belemegy a fegyvervásárlás, és akkor ott mindegyiket leenterezik. Aha, most már igen. Na most már buli a buli. Akkor nem volt készpénz, szerintem a kártyára föl át van rakva. Na. Autorablás van, a járművet látható lesz a GPS-en. Oké. Okay. Megnézzük a kihallgatókat, uram. Oké. Okay. A rendőr, hogy... De ő még nincs ruhába, more? Én meg ilyen csövi ruhába vagyok, dicsak. Ki kellene azt a rádiót? Kollégák, rádión, kérem, valaki itt van a kapitányságon. Áll az ajtóba egy állítólagos ügyvéd. Ellenőrizzék már le a papírját, és csak akkor engedjék be, kérem, hogyha valóban ügyvéd, bár biztos, hogy nem lesz az. Jó? Kollégák. Közben vár a gyerek. Valaki van itt a rendőrségen, kollégák? Kihallgató szobák, ez itt például. Igen. Ez egyik. Interrogation, igen. Igen, azt gondolom leesett. Interrogation. Ért. A második. Igen. Macsok menet van, itt skacok. Fotózni. Aha. Itt van, itt történnek az aktfotók, aha. Így van, a portfólióban. Kollégám, ja, ja. Kocsirablásra megy valaki. Ezek pedig itt a zárkák. Hát ezek az alvóhályák. Oh. Így van, ez itt a resort és spa. Aha,
Aha, a wellness központ, aha. Igen, igen, cella 1, 2, 3, 4, meg a kis családi, hogyha több majmot hozunk. Aha, aha, értem. Na, és akkor pillog a térképen nekem valami, ugye az előbb volt a fölirat, hogy a GPS mutatja az autómat, vagy mi a csöcs. Izé, autórablás van folyamatosan. Aha. Adrián, ismét 10 csillag. Főnök, itt van a rádión, lenne egy fontos dolog. Bocsánat, uram. Maga szünet nélkül adja a sallert. Ezt szerintem majd a számlát benyújtom. Nem tudom a sapkát felvenni. Íj, more. Ez a csávó egy végben meg könyököl ember, de mikor most nekifutok, s hátborugom, mi? Gyerekek. Hogy legyen? Fontos dolog, amit megyek, megyek. Személyesen látni, köszönöm. Megyek. Jöjjön, kollega, megnézzünk egy ügyet itt az őrsön belül. Na, menjünk. Csapkám az ott marad, mondjuk így baszóbb vagyok amúgy, szerintem. Nem? Gyerekek. Az épületekben olyan komolytalanul mozognak itt a dolgok. És hol lett el ez a muki? Ja, itt van. Na? Ide ment tévé? Vagy hova ment tévé? Hát nem. Ide menték? Na. Hol van ez a Jackson? Úgy tűnik el, az meg teleportol, mint a fasz. Nem, szerintem arra kifele kell mennem, nem? De arra már, fölfele? Gondolom fölfele. Aha. Uh-huh. Itt van a bájárat. És itt mi történik gyöngyösen? Nagy Dominik. Rendőr urak, hova kéne mennem, mert itt van egy úriember, és itt van az ügyvédje, ha jól sejtem. Aha. Akkor rendben, akkor azt az ügyvédet, akkor kérem, mielőtt beengedem. Valakinek az ügyvédje. Mert ő nem egy ügyvéd, hanem egy húsfeldolgozós. Aha. Egyébként neki a társával lenne egy kis probléma. De hol vannak, uraim? Fent az emeleten, uram. Na, kaphatok valami infót? Az első emeleten, uraim? Igen, igen. Pillanat és kapja az infót. Nyugodj le, tesó, majd vettek a pályádra, leszakadt. Uram, elkérhetném a papírjait. Kurva gyorsan. Kurva gyorsan. Baszott. Gyerekek, osszátok a live-ot. Köszi a csillagokat, Adrián, még egyszer rágjam a csöcsödet. Csöcsödet. Most azt láttam, hogy mozog a szája, de nem beszél. Uram, maga nem, nem ügyvéd. Na ez az. De, ügyvéd vagyok. Hát jól van, uram, ő. Na, ügyvéd? Vagy nem ügyvéd? De minek az a pisztoly a kézbe? Uram, ne szabja már meg, hogy a saját rendőrségemben mit veszek elő. Eléveszem az én is a sotit. Normálisan beszéljem meg. Elővigyázatosság. Engem itt senki nem kérdez föl. Mert? Mert én vagyok Igor Vasili, azért! És akkor mi van? Most szarjam össze magam? Szebben egy fokkal, hogyha kérhetem. Mert mindjárt kivezettetem minden, aztán nem kell tovább jönni. Mi ez a fasz, amúgy hogy beszólt? Erőjelentést kéne írni, mert ez, és hát nekünk kéne magának írni, gondolom. Jövök a sotival a hátába, én szarok belé, ha valamit egyet mozdul valamelyik, én lövök le mindenkit, nem, szarozok. Itt mi történt? Nos, hát, na most már el is, na mindegy, itt van még a holttest, az a lényeg. Lássuk csak, mi történt. Hát bizony a holtteste. Közben én addig egyet cigizek, amíg a gyerekek itt. És azt hadd kérdezzem meg, hogy történt, hogy az úgy valami. Mindjárt mesélem egy másik. Zárjunk csak be az ajtót. Jó, várok.
hallgatom. Az ajtót bezártam, tehát a csávó az nem tud kimenni. Bezárom ezt is, én már azért ügyelek a dolgokra, figyeljét. Agy. Az úr ellenszegült, még akkor nem motoztuk át meg semmi, és behoztuk egy társával együtt. De társadalmasan együttműködő volt, tiszta volt, el is engedtük. Az ajtókat bezártam, nem tud kimenni. És ugye behoztuk ide a társával, már engedve. Ennyi, itt kezdődik. Találtunk három nagy kaliberű fegyvert. Mutatnám. Ú, bazd meg, az igen! Szóval ilyen elég brutális fegyverek. Azokat adja át, tudom nekem. Az persze mindenképpen... Ezeket hova tudom lerakni? Na igen, és mondom a továbbiakat. Az úr azt mondta, hogy ő éhes és szomjas, szedjük le a bilincset. Jó, gondoltuk, hogy biztos éhes, szomjas, leszettük az úr. Várjátok, közben én ráadok a hangra, gyerekek, majd mondjátok, hogy... Hogy érzitek? Egy gumibottal. Rá akar csapni egyet, de olyan helyen találta el, hogy az úr sajnos szörnyet halt. Szerintem most jobb lesz, gyerekek, nem? Életét vesztette, igen. Azt még hozzá most jobb-e a hang? Írjátok már. Kacok. Az igazoltatás során nem is kívántuk behozni és átmotozni őt, de mivel az egész intézkedésnek ellenszegült és nagyon gyanúsan viselkedett, ezért addig. Voltunk kénytelenek behozni őt. Most kinyitotta az ajtót ez a kolléga. Jól cselekedtek. Szóval... Az igazolvány egyiknél sem volt egyébként, úgyhogy sajnos a nevüket azt nem tudtuk meg. Viszont azt most már tudjuk, hogy a húsfeldolgozóban, akik dolgoznak, azok valószínűleg illegális tevékenységet folytatnak, hiszen itt volt nála vagy négy nagy kaliber. Egy de fokkal, de jobb. Fenyegetett minket, hogy majd a... Hát én feladhatom fullosra, gyerekek, amúgy. Várjatok. Hogy ahogy ebben a rendőrségre belép az úriember, addigra már nála nincs fegyver. Tehát itt indulnak a gondok. Voice chat volum. De olyan nincs, hogy nem hagyta. Jó, de bilincsbe hoztuk be, nem tudott mit csinálni, uram. Jó, de legközelebb úgy fogjuk csinálni, hogy már kint elveszünk. Utána megbilincs. Most gondolom jobb skacok, ugye? Uram, jó, legközelebb úgy fogjuk csinálni, de mondom, nem történhetett volna amúgy se baj, mert végig meg volt bilincselve. De uram, jól jártunk el? Jól jártak el, uraim, jól jártak. Hát ez most tudod, hogy működik, Gyula, amúgy. Akkor mehetünk tovább. Hát igen, majd a polgármesterrel fogok beszélni. Az enyém az igen, lehet, hogy picit túl közel van, picit távolabb viszem, így. Uram, hát... szeretném magammal beszélni. Mondja, uram, mondja, hallgatom. Négy szem közt, hogyha lehet. Kollega, várjon meg az ajtó előtt. Igen, hallgatom, uram. Kell mennem. Fejlentes ott négy szem közt akarnak cumizni a gyerekek. Köszi amúgy, Gyula. Hát figyelj ide, az által működik közben, szóljatok már rám, hogy egyek meg így a bassza meg. Hát mindjárt itt meg sérvet kapok. Az egyik... személynek tudod halkabban mi kiáll, a másiknak hangosabb. Halló. Ez most függ amúgy tőlük is, tudod, gyerekektől, melyik mennyire húzza föl, melyik suttog, melyik hogy beszél, érted? Na. Hívassa be az irodámba, jó? Mondja, hogy a főnök várja az irodájába. Viszlát. És köszönöm, hogy szólt, kollega. Rendben. Na, közben rá kellene gyújtanom. Villamot lekapcsolhatják, kollégám. Esetre megyünk, de köszönöm, hogy segíteni. A rádiót ismét bekapcsoltam, de ki kell kapcsolnom, mert mindenkit belehallok, bassza meg. Csak most nem megint... kell köszönjük, megoldjuk. Rádió amúgy, az gáz van a rádióval, vagy mi? Nem veszi elé most például a rádiót. Miért nem? Na várjatok csak, próbálok. Egy-két opciót. Az előző igazoltatásnál, ahol egy Bugattit igazoltattunk, és jött... Igen, pillanat az elébb sikerült a rádiót elővennem, csak elkúrtam, mivel ismét bekapcsoltam. Most ki szeretném kapcsolni, hogy ne zavarjanak be a dolgok. Egy fekete rendőrautóval jött az úriember. Azt szeretné a főnök, hogy azon nyomban jöjjön az irodába. Csak most nem tudom ismét elővenni. Úgyhogy figyelek. Jó napot, uram. Majd kint megpróbálja a... PD előtt lehet, hogy maga a PD-ben van egy kis bogár. Igen. Ő lesz a mai járőrszolgálaton, a délutánin, ő lesz a társa. Igen. És az esti szolgálatot azt velem fogja teljesíteni az úr. Teljes mértékig, 100%-ig ott fogok állni az úr mellett az esti műszakban. Ez van publikus garázsnál. Oké, megvan érte, a szép napot amúgy. Mert ő sajnos nálam ugye nekem ilyenkor most van az egyik kollégát, valószínűleg ki kell rúgnom az állományból, úgyhogy azt el kell mindenki. Ja, a dolgok vannak, persze, értem én. Rendben, akkor jó munkát, uraim, a kollégának már a fegyver használat meg lehet mutatva, a papírokat, mindent átadtam, hogy ki tudja venni a fegyvereket, úgyhogy mehetnek egy szolgálati járműre, és mehetnek járőrözni a városba. Köszönöm szépen.
Szép napot, uram. Köszöntöm én is. Paul vagyok. Igen, pillanat, azt mondja, hogy 29. Azt... Igen, igen. Aha, pillanat. Igen. Per. Ad. 29. Na, összejött, összejött. Az úri hatálya, kérem a fekete rendőrúrjával. Először valamit kiírt. Lehet, hogy nem jól csináltam, ugye? Vagy? Nem baj, uram, nem baj. Ja, jó, majd megoldjuk. Amúgy is az a legfontosabb, hogy szerintem az épületből tudjunk kimenni, hogy a rádiót tudjam kikapcsolni, mivel hogy ez most per pillanat engemet nagyon bezavar, így több fele koncentrálni. Úgyhogy mutassa az utat, és én megyek ön után. Na, közben... Fegyver van-e magánál? Igen. Igen, van fegyver, igen. Jó, rendben, akkor jöjjön, menjen fel golyóvállalmát. Oké. Ott tudja megtenni. Oké. Golyóálló mellény, azt mondja, hogy golyóálló mellény. Köszönjük szépen, viszont látásra. El is vettem, ugye? Igen. Na, kicsit bogaras a golyóálló mellény, de jó az így. És arra mindig figyeljen, hogy zárja be maga után. Ja, igen, 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 aha, oké. Okay. Micsodát? Estére műszak popcornot durrantani? Az komoly. Van esetleg autója? Nincs. Nincs, jó, rendben. Adok $3, meg tudja venni mind a 3 darabot, jó? Oké. De szerintem amúgy van nálam dollár. Szerintem van nálam Della. Na, mindegy, most már igen, köszöntem. Nyitott garázs, jármű tárolása, jármű bolt, gondolom, ugye? Jármű bolt, igen. Szevasz, Lénárd. Jármű bolt. És akkor? Hát itt csak ez van, dicsak. Biztos szeretné? Igen. Na, összejött. Az az egy volt a jármű boltban amúgy. Azt ki is választottam. Na várjál csak, úgy. El kéne beszélni a kékekkel, meg egy pár adminnal is. Közben elraktam a... biztonsági öv, az K, ugye? Igen. Közben elővettem a rádiót, ki is kapcsoltam, de mégis mintha hallottam volna még valakit. Vagy az lehetetlen, ugye? Az lehet, hogy tőlem van. Ja, jó, oké. Na gyerekek, esti műszak. Ki is kapcsolom. Nézem, mikor rámozdul. Ki mozdul, kire? Mi van? Közben mit langyisztok itt? Mit buzultok? Gyerekek. Na, indul a mandula. 1-2, policáj. Drive feel sie be nacht. Magának az lesz az egyedüli feladata, hogy igen? Rádiózzon. Ez a fontos. Hogyha esetleg üldöznénk valakit, vagy valami ilyesmi. Igen. Ha igazoltatunk valakit, akkor bemondja például a rádión, hogy például a fő publicnál igazoltatunk egy XY járművet, vagy... Uram! Ki kéne nyitni az autómat, ott hagytam a kulcsot. Melyik az? Az ott a... Melyik az a Jeep? Az a kék, aha, nagyon szép. Jó, rendben. Fel kéne nyitni az árát. Ember nem tud valami bizonyítékot mutatni. Hát az a baj, hogy benn van a kocsiba a papír. Benn van a kocsiba a papír. De az enyém. Hát akkor unám sajnos ez a... Meleg szállat sokasága. Viselködjé. Nem, uram, ez... Erről sosem lehet. Elnézést. Sosem. Viszontlátás. Addig. Bazd, mert akkor milyen faszommal megyek el innen, te? Kurva szállt, hogy kicsik rendőrök. Fú, de buzik. Igen, uram. Micsoda? Micsoda? Azaz. Rázató. Hogy veszem én elé amúgy a rázatót? Na várjatok csak.
De az nekem nincs rázatom. Na várjatok, csak már lehet, hogy a csávót megkúrják. Na mi történt itt? A kollégát mire ideértem? Melyik lőtte le? Nem én lőttem le, az alien... Halló, tedd már el a fegyvert! Itt van az admin, OC van, a másik is tettem egyszer. Nyugodtság, barát, nyugodtság. Ő kis köcsög lőtte le a barátodat. Mi az, hogy köcsög? Te! Szebb megy fog, itt az admin. Jó, csak hogy egyszer megöltél, meg ilyesmi. Na jó, figyelj, maradjatok. Odaadtam az üzenetet, nem tudtad ki az autóval. Mondom, maradjatok, jó, a 20-as írta a reportot. Úgyhogy most a 20-as elmondja, hogy mi történt. Szevasz Csaba. Elmondom, hogy az történt. Szevasz Péter. Az történt, hogy odaállok főpuphoz, autómmal, ezzel a kékkel. Majd odajön hozzám ez a csávó, hogy... hogy 5000 dollárért adjam el neki az autómat. Nem adni kell, el kellett volna adni, hanem addod egy percre. Na de van... Mert a rendőrök elől menekülnek. Jó, tök mindig ne reagálj, mondd tovább, úgy, hogy akartam. Én nem akarok a rendőrökkel balhéba keveredni, hogy az én autómat elkezdik körözni, szóval lezártam az autót, és aztán befutottam publikba. Előránk ki a kisbicskát, és leszúrt. Azért elnekezés jönni, na. Admin urak, mondhatok valamit? Én is. Meghallgattuk a kéket, meg van értve, de viszont igen, most te jössz, mondjad. De viszont a társammal, hát az alien ruházatú személy amúgy minket megállított, hogy meg tudnak állni, tudnak segíteni? Mivel, hogy bent hagytam a kék autómban a kulcsot, és nem tudom kinyitani. Tehát itt vagy én vagyok a hülye, vagy a két... Kutassák át az ugye autó. Egyértelmű, nem, az a Cripsesi a csár. Tehát ez az autó, ez egyértelműen a Cripsesi, mivel kék autó, az ő fraki autójuk. Szóval itt ez, igen, az ő autója. Tehát az Alien Csávó az hazudat, nem az ő autója. Ezt de mondom, hogy a két sztori nem függ össze. Tehát most igen, akkor tehát mi van? Az Alien Csávó az hazudat. És akkor miért ne hazudottam azt, hogy... De igen, IC azt mondjuk, aki akar, nem is ezzel van baj, hanem az, hogy... Dull az élet, így gyerekek. Én ezt a ruhát még továbbra sem értem, hagyjuk. Annyit mondanék még, hogy végignézzük azt, hogy konkrétan 36-os, ami kicsit érdekesen hatott számomra. Ugyanis itt fogták rá a sokkolót, hogy legalábbis egy ember biztosan. Mikor? Hátulról futottam el, hát az... Nem hát. Igen, a társam, igen, így a van. Társa, tehát úgy nézett ki a dolog, de amúgy végigélt, szóval nem tudom, hogy miért kell elmagyaráznom, hogy nézett ki. De fogta rád a sokkolót ja, az egyik a rendőr, és utána jött hátba a másik pisztollyal. És te meg erre fogad, és leszúrod a rendőr. Ennyi. De a bokorban egyáltalán, hogy alázott meg? Pontosan. Nem voltál a bokorban. Látta, hogy bemásztál, de látta, hogy belemásztál. Én is látom. Ez hazudik, baszod, ezt be kell vinni az őrse. De a fenn is tudom látni, hogy belemászik az emberek a bokorba. Ezt kell vinni az őrse. Hát nyilván nem futottam volna tovább, nem. Abba az egy bokorba bujok le, és nyilván úgy letart, hogy rajtam van a célkereszt, tehát egyértelmű. Tehát igazából nekem oly mindegy. De ki is jöttél a bokorból? Nem jöttem ki a bokorba, be. Ja, úgy. Azt hazudik, barátom. Barátom, kétszer, kettő admin látta. Igen? Igen. Ez most megszopja. Fogd már a pofát. Jó, rendben. Hopp, ez mi volt? Hát arra délsz 30 az édeskedés ára, de mindig. Jó, nem tudom, hogy lefogasztod. Ja, így a... Még a 20-ashoz lenne egy-két szava. Még egy 50-es fogjára a 30-asra. Ne rakjatok rá többet. Hogy ne raknék? Akkor a srácra is kérném a szankciót. 51-ségi közmunka, azaz. Oltári nagy PG-je. Fogom rá a srácra a sokkolót, majd előveszi a baseball ütőt, ami láthatatlan, ugye bármer bágos a textúra, majd leütsz vele haver. Ez hogy van? Hogy fogom rá az a sokkolót az autóba? Kérlek szépen az volt. Elrendezem az egészet. Ez, tegyük fel, hogy ez egy sokkoló. Figyelj, rám tartottad? Most nem rád tartom. Rám tartottad? Majd mondtad, hogy tegyem föl szépen lassan a kezemet. Majd leengedted. Ezek faszoznak, bazd meg, de hát itt... Na. Előrántottam a baseball ütőt, és lecsaptalak. Hallod? Így tartottam rád. Ilyen közelségben voltam. Igen, utána leengedted. És akkor... Ne is az ugyan, mert főrúglak. Sokkolót addig, ameddig nem megyünk oda, addig De amúgy egyszer figyelmeztettél. Ha hívtam is a admit, állítólag...
PG-re, de azt már egyszer figyelmeztettelek, haver. Jó, figyelj, Livé, én meg azt hallottam, hogy ICOC, Zoli, szóval ez egy picit söpröges, jó? Mert nekem is feltűnt, hogy ilyen érdekes dolgokat csinálj, oké? Én. Bocsi, igen, ezt nem szerettem volna. Csak ezt szerettem volna élni. Én ICOC-ozok. Hát Krisztán is. Krisztán ezt mondta, itt a rendőről a kis PG-ről beszélnek, ugye ő. Oltárni ott végzett a srácot, fogtam rá végül a sokkorút. Na bevisszük, vagy nem visszük be, hogy lesz? Most nem pártoskodásban mondom, de ismerlek téged, bicsikám. Indíts már újra a hangszáladat, te meg. Én miért nem jó? Indíts már újra a hangszáladat. Hangszáladat indítsd újra! De miért? Ne üvölcsetek, faszom. Neked rossz. Én nekem teljesen jó. Azért kiabak, megsikettülök, mert nem érted, hogy indítsd újra. Nálam tökéletes, és nem is kiabálok. Most jó? Most jó. Na, mert kiabálásom voltam, bocsi, mert intéztem fejlesztőt. Ez a baj. Na, szóval egy picit söfröges ügyúgy, jó? És mikor ICOC keveredtem? Mondd már el. Csak kíváncsi vagyok. Kiszállni képek a reportot, nem tudtam volna, figyelj, kiszállni képek a reportot. Ő? Váltunk szpeknek, de nem kiabáltál. Nem, Krisztián. Tudod ki a Krisztián? Tudom, a szervervezető, de az... Nem a szervervezető, fejlesztő. Most már nem. Igen. Most már nem. De az a baj, Lucsi, hogy veled annyi dolog történik, hogy nagyon gyanús, hogy tényleg valami te is rosszul csinálsz. Gyanús ez a kék. Érted, mire gondolok? De érted, hogy ezen a szerveren eddig csak elvileg PG-ztem. Rendben, uraim, akkor még távoznak a helyszínre, a viszontlátás. Nyugodtan. Jó, ti mehet. A 18-as picit maradjon, jó? Ezen a szerveren elvileg csak PG-ztem, úgyhogy nem tudom, hogy miért kell más szervereket behozni, meg teljesen... Tesó? Hallod? Egy pillanat. Oké. Amúgy ne haragudj, későn értem oda, csak hirtelen csak a sati volt berakva hozzám, mivel amikor kivettem a fegyvereket, tudod? Ja, nem baj. Az Igorral, azt hirtelen mondom, bazd meg, ne sotival fussak, mert ne legyen gond, amúgy is ugye beraktam a... Hogy hívják ott? A faszomat, csak mégis a fegyvert vettem elé, azt hopp, rakd el a fegyvert, rakd el a fegyvert. Későre értem oda, tudtam, hogy megkúrnak, majd te elkezdtél futni utána. Hirtelen hopp, a két csávó futott utána, ó, mondom, itt gáz van, bassza meg. Itt gáz is volt, ja. Amúgy a tikkel a szemem, de csak elsőre, mert most vagyok fönn először. Ja, oké. Nem gond. Mire kell gondolnom, hogy a listát nézzem? Hogy a pinget egy picit ránéznék a pingre, hogy nekem is milyen? Lehet, hogy nekem is kicsi gáz. Azt hiszem F10-es. Oké. Aha, F10-es. Hol vagyok én? Íj, a csóró az nagyon izél. Hát nekem... Nem a pingem már van gondolom. 47. Nem tikkel magam szemem. Ja. De ez csak először van így. Ja, oké, oké. Erre most járok először. Ja, értem. Oké. Azért van így. Oksa. Nem lenne rossz ez a Juan Miguel téma. Azért kösse be magát inkább. Nehogy itt valami érdekes dolog történjen. Be vagyok, zöldbe van. Rá gondoltam a kára. Amúgy most kérdeznétek, hogy... Nézzük ezt az úriembert, aki nagyon kedves módon. Hogy mi ez a lag, meg mi ez a szar. De hát ez itt amúgy... A csávóval van egy kis problém. Na így.
Nyugodtan lehet engem felügyelni. Rendben, uram. Jó napot. Jó estét. Jó estét. Mi történik itt? Munkálatok? Munkálatok? Hát itt tisztítják a város. Aha. Fajn, fajn. Éppenséggel. Hát egy picit nézzük az úrt, aztán hogyha jól dolgozik, akkor elhagyjuk a helyszínt. Lenne, hoppa. Lenne egy kérdésem, amikor rámegyek, rágondolok a tabra, azt előveszem a fegyvermenüt, hogy váltok át a normál sebezhetőről. Hogyan dolgozik szerintem. Megnézzünk még egy munkát, aztán elhagyjuk. Köszi! Lenne egy kérdésem, picit arrébb. Nem. Igen. Mivel mindenféleképpen új vagyok minden téren, amikor a tabra gondolok és előveszem a fegyvermenüt, a kis fegyver, amivel bántalmazni tudok komolyabban, arról, hogy váltok át a... A görgő. A görgő, köszöntem. Igen, igen. Szerintem akkor menjünk is PD-re. Jövök. Jövök, Mó, ne dudá, jövök. Na gyerekek, mi a szitu? Jelölött PD gyorsan. Igen, Pilcsi. PD-t? Hát nem látom a PD-t, bazd meg. Alright. Hát ezt... Történt a kollégával. Aha. Szép nap. Kolléga, mi történt magával? Jó estét! Haló, kolléga! Hm? Hát úgy látom, hogy megfagyott az úriember. Aha! Hát akkor hagyjuk. Oké. Amúgy valamit kijelöltem, de várjál már, ránézek, hogy amúgy az mi, mert lehet, hogy nem is az, amit kértél. Ja, oké. Hogy szökik itt a szitu? Milyen pólót ember? Az én pólómat? Hát az... Grand Theft Auto 5. Ember. Robert Kis. Gondolom az én pólomra gondoltál, vagy? Közben szóljatok, ha valami elmegy, meg nem mükszik, vagy nem úgy mükszik, ahogy kellene. Próbálom követni a dolgokat. De hát itt most amúgy van egy kis gubanc. A gyerek véget. Sajnos. Köszi a követést, Robert. Nagyon fain. Ideje volt, tesó. Köszik el amúgy. Na? Szép napot, uram, maga kért rendőrt. Nem, itt a főnök jó hátul, én szeretnék jelentkezni, és vele meg volt beszélve, ha jól tudom. Elnézést, de az állományban jelenleg nincs jelentkezés. Haló? Nincs olyan jelentkezés, hogy van ez? Hát hozz nekem mit? Már megbeszéltem Igor. Jó, rendben. Igor kellett nekem. Megkérdezem meg, magája a gépjármű elnézést. Tessék? Magája ez a gépjármű. Én sétálva jöttem, most indulok a kocsi, mert a fő publik. Aha, jó. Ott a zebra látja. Ez CHL Gaming. Benne van a streamemnek a címébe. De só. Rendben, visszát. Visszát. Tegnap ugyanilyen Mercedes-t üldöztünk, csak... Más volt a színe? Azaz, gondoltam egyből. Ugyanez a tuning pont így nézett ki? Azaz.
akkor mondanom. Fölírom csak közben. J022. Na de várjál, hova kell felírni, meg hogy? Sok bajod lesz amúgy velem. Valahova írt föl. A külvilágon is felírhatod. Jaj! Aha, látom, látom, pillanat. 022 és Mercedes. Mi ez? GTS? GT? Na várj egy picit, tesó. GTR, bocsánat. És zöld szín. Írom, egy fél perc. PMJ. Mennyi? 0-22. Zöld. Merci. Na, megtörtént. Megtörtént. Oké. Okay. Uram, magukat elfelejtettem megkérdezni. Igen? Ki volt? Igen. Miben segíthetünk, uram? Mondom, elfelejtettem megkérdezni magukat. Nem érdekli vodka? Volt? Mi az a volt? Vodka. Hát nem, köszönjük, nem iszunk. Jó. Nem fogyasztunk. Hát nem szolgálatunk belül, gondoltam, de... Amúgy se. Jó. Milyen csávok vannak itt, dicsak? De majd szolgál közben iszok. Jó, persze. Jól bebaszunk, azt mehetünk ki arra rözni, nem? Ha figyelj ide. Hogyne. Ha! A kurva élet. Épp figyelem, az üzemanyag amúgy nem fogy ebből az autóból, dicsak. Ha, na, lassacskán. Jó. Ah, nézzük csak meg ezt az autót, amit tálnap ámbit is belállít. Jaj! Hihihi, more, more! Az a volt. Jó estét! Jó estét. Hát ez laza karambol volt. Szintjó estét. Hát igen, lazán. Bemutatkoznak. Jake Paul jelvényszámom 2929 járőrvezető lennék. Remek, és most miért mutatkozik be nekem? Hát azért, mert szeretném, hogy kiszálljon a gépjárműből, és szeretném. Mi alapján? Hát ő tudja, körözött szemét keresünk, és egy rutinigazoltatást szeretnék. Láttam a körözött szemét! Bocsánat, láttam egy körözött szemét, uraim. Láttam egy körözött szemét. Hopp, uram, mit csinál a rendőrautó? Megtisztítottam a kilincset. Ezt őszintén. Kedves vagyok veled, az kötetek. Günther bácsi, ne vigyen be! Uram, miért tegezem? Most legyek durva? Azt mondom, nem bőlem tudni foglalkozni, hanem ezekkel. Nem hallom. Uram, nyugodtan szálljon vissza. Na jó, gyere, mert még a végén megtudják, hogy drog van nálunk. Gyere gyorsan. Drog? Micsoda? Gyere csak ide. Szeretném, hogyha állna oda a falhoz, legyen szíves. Melyikhez? Álljon oda a falhoz, ide, a kerítéshez. Nem, uram, nem. Hát adjál nekik, bazd meg, én amúgy adnám, de hát ezek hívják az admint itt, OC-znek, AC-znek, geciznek. Érted? Hát én venni... Most miért kötő... Uram, miért kötő... Hát azért, mert a drog van el... Jó. Na, mi történik itt? Várjunk csak egy percre. Te ő utána mentél? Jöjjön csak ide, uram, megkérem szépen. Rendben, jövök. Először is. Igen. Látja igen. Azt az embert? Szerintem az körözött egyébként. Melyik ember? Olyan körözött, ami a nyakán van. Itt. Geci! Na jó, hát itt nem fogunk izélni. Itt kész, én nem fogok faszozni. Hát én írok a csávóra, de itt nem lesz izé pöcsölés. Itt akinek nem tetszik a pofája, én veszem elé a stukkert, bazd meg, skurom meg őköt. Hát itt mi a fasz van, gyöngyösön, őszintén? Ha? Őszintén.
OC, IC, hát szarog vali. RP-bes, nem RP-be. Hát én veszem elé, bazd meg ost. Végignéztem. Igi Palkó, végignéztem az egészet. Na szóval, IC... Ja, nem, már kibannoltam, már kibannoltam. Ja, oké. Épp akartam mondani, hogy IC vagy nem IC, OC nem OC, de túl meleg szívűek vagyunk legtöbbször. Azt megyek a durcába, azt kell mondjam. Modder volt páncél alapban, meg minden. Na, további jó gémet, hello. Jó, köszi, szevasz. Hú. Kétszer neki ment frontálisan a falnak. Pillanat, megnézem. Na, mi folyik itt ismét? Ott egy hulla a kocsiba. Éj, téged hulla. Is a modder ölt meg? Modder ölt meg? Dehogy is, én öltem. Köszi, Ádám, köszi. Ez érdekes, uram, mivel nekem nincs hát, ott semmi. Is, meg izé, már nekem. Akkor nem megyek. Már nincs sebződés. Akkor szálki, 30-as tétszer. Na, mit csinált a csávó? Itt donozott. De hogy donozott? Ja, csak ide általán. Ja, szója. Bassza meg, én meg beültem az autóba. Az a baj, hogy hívják az admint, és nem lehet szarozni. Nem tartott rám semmi, csak lőtt. Hé, halló. Na, akkor Stangan ott honnan van? Semmi nincs nálam, csak kamusztam neki. Aha. Legyen valami RP-je, ne egész nap itt üljön, meg igazoltass az embereket. Ez így szar gyerekek amúgy. Mert ebben mi az RP amúgy? Lehet. Véletlenül nem csaj. Kezdek rájönni, hogy... Én azt látom itt, hogy... De igen. Lőttél egy stangannal. Én lőttem rá, igen. Látok, ez gyerek stanganozott? Szétbaszom apád a fiam! Amcsiknál, minimum! Te kutya, te! Na ennyi. Szépen. Hát miért? Itt nonozik minden. Nyilván így fogok neki reagálni. Figyelj már, admin bá. Nem tudom a nevedet, mert még idét se látok fejtölt. Mondható, nyugodtan. Az egyik fejlesztőnek írtam privátba. Az amcsiknál ezért? Minimum sokkolják? Fú, bazd meg. Hallott tesám, épp a fejemben most közben kommunikálok fanokkal, hogy az amcsiknál ezekért a dologért már azért lazán megy a sokkoló. De amúgy kezdek rájönni, csak tudod mi a gond? Az, hogy IC, OC, pöcsömnek a pöcse, azt hívják az admint, azt szaroznak, túl lágy szívek vagyunk, bazd meg. Akinek nem tetszik a búrája, egy rossz szót szól, ami már letegez vagy nem olyan, kell kurni beléjük a sokkolót, vagy tudja a faszom, csak hát az a baj, én még nem vagyok tisztában a jogokkal, úgymond, hogy hiába, hogy zsernyák, de ja, mit csináltok meg, mit nem, mert kurnám én mindenkit, agyba főbe, aki nem viselkedik, hát látod, mit művelnek itt el a csávók, bassza meg. Száz picit, már nem tudok úgy tankolni. Persze. Meg néha, hogyha ilyen balhékba keveredünk, hallod már? Azért nézd el, ha néha úgy érzed, mintha egyedül lennél, vagy tudom is én, mert mire én esetleg leregálom a dolgokat, vagy tudja a pöcsöm arra, lehet, hogy megkúrnak téged, vagy engem. Érted? Ja. Na de ezután szerintem én nem fogok. Ott hívhatnak bárkit, s történhet bármilyen, szarok bele. Valami van, én veszem elé a sokkolót, s lövök agyon mindenkit. Nem tudok egyebet mondani. Az kész. Na, jön, gyere. Ennyi, gyerekek. Írjam át a nevemet picsodára, Sugar Daddy-re. Mi van ebben a csávóval, bazd meg? Gyere már helyre. Ma úgy néztem a pingemet, és pingem nincs, minden pacek. Tehát nálam nincs gond. Nálam van valami problém. Gyereknél. Érted? Sugar Daddy-re? De miért pont Sugar Daddy-re? Mondjad már, Zsoltika. Amúgy. Hát beálltam én a rendőrséghez, de nem tudom, mit mondjak, gyerekek. Túl langyi itt a szitu, meg van kötve a kezünk. Mivel Amerika van, meg akkor itt tevékenykedni kell, nem lehet szarozni. Közben bevágok egy szenyát, meg kólát, ha nem beszélek. Jó. Hát amúgy igen, Zsoltika. Te jól látod a dolgokat. Meg az a baj, hogy itt túl lágy szívűek. Itt valami van, már hívják az admint, érted? Azt sírnak, nyivognak.
Amerikában hol már Nélient elművelni, bazd meg, hogy letegezed a rendőrt? Hát itt, bazd meg, itt, ahol élek, Németországban. Gyerekek. Letegezte az egyik szomszédom a rendőrt. Rendőrnők voltak, jelzem, a rendőrcsajok sokkal veszélyesebbek, mint a férfiak. Azt kikárt a rendőrnök, kezdett ordibálni, már nyúlt így. Közben beszaladok, gyors, megnézem az autó kínál. Oké. Nyúlt a zövéhez, baszott, hogy vegye elő a stukkert. Tehát itt nem szaroznak, hát Amerikában meg megkúrnak. Amerikában szó szerint a kupot fölütik. Amikor lássák, hogy ilyen zelegvor vagy, hogy visszaszólsz, hogy mi van, mi nincs, van nálunk drog, nincs drog. Meg letegeznek, meg ilyenek. Á, faszom, hát ez nem játszik. Szerintem engemet vagy ki fognak kúrni innen erről a szeróról hamarosan, majd azt valahogy visszadzsalok, valamilyen úton, módon megoldom én azt ott, persze, abban nincs probléma, közben a cigit gyújtsak meg. Vagy én nem tudom, hát én nem fogok. Én most következő, akkor valakit megállítunk, én már be is állítom, bazzek, hogy van? Top. Veszem elé, ami olyan, és bam. Kész. Nem lehet pöcsölni. Kurva élet. Szép napot az úrnak. Hát kérdezzem meg, uram, hogyan működik ez a bolt itt? Hát, fogalmam sincs, most jöttem. Aha. Amúgy a bolt, azt hallod? Igen. Hát figyelj már, most ha bemész, gyere csak. Igen. Jaj, igen, mert itt voltam amúgy az este, azt hiszem. Ez be van most szerintem picit bogarasodva. Alapból középen kellene. Hallod? Hiába rugod. Középen kellene lennie az actionnek, vagy az ajtó előtt, a bejárat előtt, ahova bement a csávó. Tehát itt szerintem most bogaras action van. Vagy egy picit arrébb kell menni, hallod? Ahol van teljesen az ikon, az autónak az ikonja, lehet, hogy útközben átkúrták, hogy ne legyen az a sablonos, mint mindig. Na úgy, menjél közben, én addig beülök. Azt rágyújtok. Ennyi. Na, kacok. Beálltuk a rendőrségre, de hát... Na, sikerült... Bástya, sikerült vagy nem? Nem, sikerült. Szevasz, Zsolti. Igen, itt eladám az autót akkor. Szolgálaton kívül valami privát autót szeretnél eladni, vagy vásárolni? Aha, vásárolni szeretném. Aha, aha. Majd este jön az igazi rendőrös üldözés, gyerekek. Csúszik ez az autó. Picit igen, de amúgy mintha jönne helyre a tikkelés. Mégse, de mégis, jaja, alakul. Micsoda, kírják, hogy fegyver eladó és lelőnek. Hát igen, jár így az ember amúgy. Hányan vagyunk amúgy fönt? Ezért vagyunk elegán, hallod? Hol vagyok én? Ott meg vagyok. Meg kellene nézni ezeket a... 46-ossal. Micsoda? A fegyverárusokat fölhívni, akik itt hirdetik magukat. És le kell csapni rájuk. Ezt látom közben, figyelem. Pillanat, keresek mindjárt telefonszámot. Oké.
Gyerekek, járőr kollégámat amúgy jól lehet hallani? Minden pacek. Tudod jegyezni? Jegyezni? Igen, egy fél aha. perc. Na mondjad bátran. Pillanat, csak írnak mind. 638. Igen. 60-33. Ezt akkor most úgy kurom be, hogy fegyverárus. Gyanús fegyverárus. Várja. Még van? Van? Ja, oké. Na, közben vagyok én is gyerekek, csak cigizek. Ha netán valaki hiányolja a fészkememet. Csak közben lementettem a mobil számot. Volt a szám 638-60. Mondom, Pilcsi. 638-60 és 33. Jó. Ja. Közben itt a fejembe is a normál mobilomon kell pötyögnöm a dolgokat. Na, sikerült? Válaszol valaki? Oké. Mi folyik itt Gyöngyösben? Amúgy nagyon szétkúrta a kollégám az autót. Haló, tessék. Szép napot. Láttam itt, hogy hoppa. Fegyvert árul. Milyen árba szeretnél adni a fegyvert? Milyen fegyverek vannak? Igen? Jó. És hol tudnánk találkozni? Rendben, oké. Az tökéletes. Jó, rendben, vissza írok. Rendben, viszlát. Gondolom most jó, átváltozunk civilbe? Rendben. Vagy most mi történik? Hát nem tudom, nem hiszem, hogy civilbe kéne. Szép napot, kolléga, kolléga! Szép napot, igen. Szerezzem magam mellé egy társat, megyünk bevetésre. Köszi Béla a lájkot! Egy fegyverkereskedő. De ugye nem hamis Twitteren látta ezt. Micsoda? Ugye azt nem hamis Twitteren látta. Nem. Jó. És így megyünk? Rendőrtulába meg minden? Persze. Aha. Oké. Na menjünk, akkor nyomjunk már egy bevetést, valamit hallod már? Azt látjuk, hogy what the fuck. Pillanat, hogy felszaradok gyorsan. Oké. Addig én itt kiverem a pecsömet. Na, lássuk csak. Jöjjön gyors. Köszi. Köszi a lájkot. Be van kötve. Oké. Közben itt sok halá kell figyelnem, gyerekek. Kössön be magát. Az megvan. Ahogy ülök be, az megvan, tesó. Köszi Justin a lájkot, meg a követést. Köszi. Köszcsi. Haló? Ja, bocsánat, elfelejtem. Író. Elfelejtettem ennek az idiótának írni.
Az árusnak? Aha. Bátran be lehet követni, gyerekek. Lehet lájkolni. Jó napot, uram. Szia. Lehet pisölni. Szia, uram, igen. Szervusz, igen. Nem fogyatékosok, csak így beköszönnek. Most csak. Köszi a szívet, vagy az ölelést, nem tudom ki vagy. Gondolom ez a te lájkod volt, köszike. Justin Timberlake, most nem. Jó, rádiózok egy pici. Szevasz, Justin. Hát jól vagyok. Te? Hogy vagy? Ki vagy? Zétén Justin. Honnan bukkantál rám, tesó? Bátran be lehet követni, lehet osztani a live-ot. Ahol elvileg fegyver, árusok tartózkodnak. Az a baj, hogy ketten vagyunk, valaki még jöjjön velünk, itt vagyunk a PD előtt. Na? Ne jön még... Kérlek. Ne fagy ki. Jön még vala... Ne fagy ki. Ne, kérlek. Kinek imádkozol? Kinek imádkozol, baszod? Na, senkinek. Oké. Okay. Haló, lehet hallani? Kolléga. Én hallok, persze. Görgetted a Facebookot? Na, no, nagyon örülök, tesem. Na, de hát onnan akkor? Be lehet bátran követni, Pari. Rendben, akkor valaki tudna jönni velünk? Nem nagyon tudom. Kire kellene? Hát az van, hogy fegyver árusok vannak, és azok kéne lekapcsolni. Itt a PD előtt egy rendőr kéne. A PD elé gyorsan. Vagy egy pár. Egy pár amúgy. Két társ lenne az igazi. Akkor egyedül megyünk. Mondd a rádióba, megyünk egyedül akkor. Ennyi. Na várjál közben. Akit behoztak itt... Köszi, Justin. Ja, fogj fegyveráros, ja. Egy pillanat. Mert kikapcsoltam a rádiót. Kapcsolom én is, akkor mi megyünk Duóba. Hopp, és ismét laggol a gyerek. Na most várjál, mivel tickersz ismét, így most a rádiót nem tudom, jaja, kikapcsolni. Majd kikapcsolom mindjárt. Felmegyek szépen lassan. Igen, itt vagy. Ha itt vagy is alasz. Bekövettél Justin amúgy? Nem tudom kikapcsolni a rádiót még mindig. Imore, ez var. Úgy látom egyedül. Igen, kicsit ilyen. Gyere, szálljunk ki. Na, bazd meg! Hopp, és már menekül a csávó, úgy látom. Várjak, egy lebuktatás megy, kollega, nyugi! Tiszteletem! Kollega csak! Csak buktatunk le, buktatunk le illegálokat, nyugi! Serif ezért kapitány. De zsiványok voltak azért! Nyugalom, de nem mondják-e senkinek! Maguk
Megpróbáljuk megtartani magunknak. Jó van, oké. Maguk haraptak rá a hirdetésre? Hám, de finom volt, nem? Jó volt, amúgy jó volt. Picit zsíros volt, sok volt az olaj. Sok volt az olaj, de amúgy igen. Jó volt. Bassza meg, ez átverős divót, gyerekek. $10,000. Tesó, ez ilyen izé volt? Kész átverős di? Hát, látom. Hát, na, megesik. Hát vártak, baszott. Közben a rendőrök is művészkednek, gyerekek. Még mindig nem tudom árakni a kurva rádiót, de miért? Nem vágom. Hú, nagyon tikkel, bazd meg a gyerek. De ez azért van, tudjátok gyerekek, mivel friss. Így... Most van először itt ezen a részen, a városban, és ilyenkor olyan, mintha laggolna megteleportálni, de amúgy nem. És hát amúgy igen, azt mégse. Nem tudom, értitek-e? Mivel, hogy ő vezet, nem én vezetek. Gondolom, föltűnt. Hát, ez meg kifele megy a városból, szerintem amúgy. Hát, akkor hagyjuk. Hát, jó. Komoly volt ez. Hát persze, hogy próbáljuk azért a legtöbbet tenni. Hát jó. Próbálni lehet. Nagyon kellek. Tényleg itt vagy? Tényleg? Ha, mondjad, yes, kellek vagy nem? Érjél már be a városba, bazd meg olyan, mintha... Jó van, más lesz szorakozzál, most mondjad, hogy kellek-e vagy nem, mert akkor csinálok mást. Hát kér erősítés, igen. Meg majd 6-kor a applikáción a tulajváróba be kell jönnöd. Azért ez az autó picit komolyabb, a másikot rongyál vártad. Hopp! És itt mi történik? Fogok egy ilyen krémet, kihúzok a zsebembe. Elkezdtem szépen, hogy bekrémezem a térdét az úrnak. Köszönöm. Nagyon jó. Az látom, itt kicsit vérzik is, úgyhogy fogok egy kötést összám, hogy gyorsan itt betekerem rajta. Szép. Köszönöm szépen. Elestem a biciklivel, uraim. Megborultam. Az baj, az baj. Szépen fölállok, aztán szépen visszahúzom. Jó, rendben. Visszahúzom. A nadrágot. Vivi, itt van Redek, gyere be, gyere be. Megyek. Nem megy ki, itt van lenne a kiagató, és a börtön. Nem megy ki. Akkor szétverem. Itt vagy játék. Jó, geci. Egy folytában sokkal. Mindig nem tudom, azt a kurva rádiót megtudni. Az az, Kályi, csak félre. Ló, bocsi. Nem tudom, ki ez a fekete autó? Fekete autó? Az amúgy hátulról nem tűnt föl, hogy milyen autó? Tudom, észrevettem, csak most így ócímonom, hogy volt egy ügy, igen, és beszart a 5M, kikresselt, aztán most szeretném folytatni. Ja, elnézést, a fejem, bevertem a fejem, és elhagytam a várost. Aha. De most magamhoz tértem. És nem tudom, elment az úraság. Kollega. Aha. És nem tudom. Ez az autó. Ez az autó volt az övé. A fekete rendőrautó. Aha, pillanat, beszólok rádió. Jó van, köszönöm. Mikor mit csinálsz itt a rendőrökkel?
Semmit, ja, mindjárt elmondom. Szállj be, szállj be, megyünk szereltetni. Jó van, akkor megyek. Uram, kérem, félre tudni. Dűk szószukon? Mi? Jó napot, fakabátok. Jó napot, uram. Köszi Sándor. Tan, Sanyi Mó. Itt valami ismét nem tetszik nekem. Gondolom a zöld autó után mész, ugye? Jövök már, bassz meg. Aj, de jó. Agyom verjem, vagy mi legyen? Igen. Így nem fogjuk utolérni, amíg tikkelsz, baszod. Sanyi Mó, te vagy-e? De nem a sofőrt, hanem a kereket. Oké, megpróbálom, tesó. Oké. Rendes. Éles fegyverrel, ugye? A kereket. Oké. Egyáltalán rátalálunk ismét. A csávó amúgy igen, Sanyi, ő tikkel nagyon, ő vezet. Mivel most van a városban először, és... Ja, érted. Csávó, érted. De amúgy te vagy a Sanyi Mó. A Pityu tesóm. Pityu tesómmal, a besten. Pityu amúgy a tesóm, azt csak mondom. Előre szólok. Érted? Na várjatok, hát kellene nekem amúgy. Igen, na így na, Mó. Hát amúgy gondoltam, hogy te vagy a Sanyi Mó. Sanyi Mó! Jó van, tesám. Köszi tesó, köszi. Köszi. Ne sokkod le. Majd megyek tesó, megyek, majd mindjárt itt végzek, azt megyek oda is föl. De most a Pityu amúgy is, azt hiszem izében van. Ez CHL Gaming Roleplay. A streamnek a címében benne van, tesó. Nem itt a félkós és az előre. Melyik volt? Na így, sikerült. Arra én sheriff vagyok, miért engem sokkolgatnak? Nem kell bilincs. Mi történik itt gyöngyösen? Engem nem kell. Szedd le most. Majd leszedjük mindjárt. Jó vagy meg. Kapitánya, most jó. Az ismerősöm volt, akit megöltek. Sándor Szél. Mint önök, csak úgy mondom. Azt hívjuk gyorsan. Most vegyék le. Vegyék le? Vegyék már le. Légy szíves. Vegyék már le! Hozz meg még admin. Gyere ide admin. Légy szíves. Admin. Várjál már, légy szíves. Most jöttem ki. Az egyik srác szerint is mindenki leszúrt. Leszúrt. Itt a Janika is. Volt 74-es, tudunk beszélni egy pár szót? Egy pillanat jövök, jó? Admin, no. Csak benézem a srác. Azaz, köszi a megosztás, Sándor. A sheriff az MG-zet is. Sheriff az MG-zet is, mert meghalt, és úgy emlékszik. De mit csinálsz hoverommal? Hát ez az. Sheriff meg MG-zet is, ő meghalt. Ugye, Jani? Hallod, fussunk! De nem tudok futni, mert meg vagyok brincselve. Jó, most van, kapsz egy tuckos ember! Most már jó, most már gyere! Az úr itt marad! Egy lövi... Nem megy el. Mi az, hogy nem megy el? Vegyék már le, uram. Azt, hogy nem megy el, baszod. Tartasz rám sokkoló. A körözés van, kiadva maga ellen. Ki? Admin úr, fel tudod szedni 9-est? Maradj sem be. Túl sokan vagyunk itt, túl nagy, nem tudom kire kell lőni, azt mindenkit lelövök. Azt mindenkit lelövök a gecibe, amúgy. Na de most hol a társam, baszod, meghalt?
veszed el akkor? Jön arra tekjön. Halló? Kit kell megkúrni amúgy gyerekek, már nem értem most. Lőjek le mindenkit, vagy most mi a geci? Uram, uram, álljon félre. Na, kollégák. Mi van, tesó, ez mi? Ha mi történt? Az admint lögdösik? Hát lelövök, esküszöm, mi? Aki nem szuper admin. Hát egyenesen van dolgok. Elő! Jaj! Jaj, Istenem szegény, mi történt? Azt mondnék. Lőj! Kapjátok el gyorsan? Kire lőjek, baszod? Mondjátok, kire kell lőni, és kilövöm az agyat. Kire kell lőni? Ezt gondoltam. Bassza meg, ma már nem bírom, annyira lágyszívűek vagyunk. Három, a kurva három mamádot. Ajj, more! Gyere, kis haver, gyorsan, te jól lőtt. Gyere, gyere, jövök, 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 jövök! Na hova mentsz? Jó, hanyas a PD rádió? 111? Igen. Ami sajnos ki van kapcsolva nekem, és most nem tudom visszakapcsolni. De amúgy ezt a zöldet az előbb a kollégámmal is, akit kirendelt mellém az Igor, igen, a spanom, az Igor bácsi. Üldöztük, de elmenekült, úgyhogy szerintem ezt, ha elkapjuk, akkor ne szarozzunk, légy szíves, kúrjuk meg. Hallod, mi, te velünk akkor meg nem találkozták is, haver, mi nem szarozzunk. Na hála, jó, kibaszott kurva, atya úristen. Ástunk már ember, ástunk már ember, ilyen. Bassza meg, hát... kevesebb éres ástunk is, haver. Hát a langyos, hát Amerikában bazd meg a kupot, úgy felütnék az ilyen dolgoké, mint a büdös picsa. Hát mi a gecó van? Aki nem viselkedik, letegáz, sőt már tegezésért is, ember. Azért is elássuk. Hát ez komolyan. Ezek nem, ezekkel is volt, de ezek mások. Na jó. Na szóljál, hogy kit kell elásni, ezt megteszünk. De, ott ment, aha, menjél gyorsan. Most jobbra, itt majd jobbra. Kereket lehet ugye csak lőni. Menjél jobbra, majd... ott megy szembe nagyon gyorsan. Igen. Tudom, hogy nem csak biztos, hogy az, ott egy autó. Tudom, hogy csak a kereket lehet lőni, de majd nézzétek el, ha véletlenül félrelövök. Én nem, vagy én elnézem. Egyenes. Hello, okay. Most srácok, üldözünk egy zöld Mercedes. Az így van. És... Ez nem az. Nyilván mondom, mellett, uh-huh. Errefele haladunk. Na hol? Gyorsan! Molló fele. Henk vagy? Milyen Henk? Ad mi menü? Itt fognak jönni. Kollega. Megyünk. A másik fele. Kapjuk el. Ne lőjön. Jó, véletlenül csak megijedtem, jöttem be, véletlen volt. Jó, közben valaki kezdje kiírni, hogy első, második, harmadik felszólítást, aztán úgy van, akkor szétkúrom a picsájukat, jó? Na hát ezt most mindenféleképpen meg kell kúrni, gyerekek. Nincs fék. Ez a baj. Az meg elkönne csipni. Micsoda? Eltöri valaki a fiókodat? Az baj, bazd meg. Ki a geci töri fel a fiókodat? Rendben van, oké. Pedig a keleti autópályán haladunk. Jó, de már 3 percig üldözitek, igaz? Jó, mondom. Azaz. 2 percig. Jó. 2,5, szűk 3. 52-kor lehet akkor lőni. Álljanak meg! Szálljanak ki az autóból, szálljanak ki! Egyedül vagyok, bazd meg! Szálljon ki! Lényegtelen, ne, kurva... Én vagyok is, neki mentem! Igen, na szálljál csak ki. Jó, le van tartóztatva, szálljon ki kezeket. És miért? Mert elhajtott. Hát, nagyon nem lehetek körözött személy, hogyha én vodkát árulok a főnökének. Aha. Hát, valamely, már többször volt ezzel a Mercivel gondunk, úgyhogy na, ha most megnézzük, ha maga a tulaja, akkor... Ha vigyék be börtönbe, nyugodtan.
Na köszönöm, így. Hogy megengedte. Rendben, közmunkázni fog akkor. Hogy beszélsz a hölgyem? Mi az, hogy... Jaj! Úgy, ahogy akarok. Na, az... Micsoda? Te meg szebben egy fukka, megértetted? Ne, hanem akkor mi van, bazdmeg? Kifizetetlen számáit is nézzék meg. Geci, jó, ez tudod, jó, hogy mi volt, hogy ráfogjuk a fegyvert, azt elkezdi elővenni. Elszetes só. De is sajlok az öcsköshöz, elkezdi változni a ruházatát. A vállalkozás, ahol dolgozok, túl szegény. Érted, ráfogja három rendőr a fegyvert, azt itt előveszi a sajátját, a kis haver. Ezt mára, hogy kikárt, meg kellett volna kupozni. Nem, lehajlok az úriemben, hogy elkezdtem kiforgatni a zsebeit. Bassza meg. Köszi, megy az RP-t. Hetes, merre fel tudnád szedni, légy szóval a bűnözőt, amúgy már hárman tartjuk rá a fegyvert is, lepégézi, és azért, és elveszi a fegyvert. Csak szedd fel, nem kell adni, csak szedd fel. Ja, így van, mi folytatnánk onnan, nem kell belele ügy, csak három rendőr ráfogja, akkor ne vegyem elő a szarját. Valakinél van, úgymond, izé, hogy el tudja venni a... Táplálék? Ja. Nem fogom folytatni az RP-t, lelőttek, bazd meg, le akartak ütni egy kurva sokkal. És miért? Miért? Végéztem, leütötted, bazd meg, leütötted az egyik kollégát. És akkor mi van? Én nem fogom folytatni az RP-t, bazd. Kénytelen vagy. Nem, én nem fogom folytatni. Hallod, admin? Én nem fogom folytatni az elpét. Jó, akkor feküdj vissza. Akkor feküdj vissza. De azért nem akarja folytatni, mert vittük már a közmunkára. Úgy azért így van, azért nem fogja, mert már többször üldöztük és bekerülne közmunkára. Azért nem akarja folytatni. Jó, feküdj. Egy ember mondja el nekem, hogy itt most mi történt teljesen, aztán elmondom. Így van. Komoly menet van itt, gyerekek. Elkezdtük üldözni, hogy szemtelen volt az öcskös. Itt kijöttünk a körületi autópályára, eléjártunk, nem piteltünk, eléjártunk, belénk ütközött, terpésztünk, többiek lefegyverezték, kiszáll, előveszem a fegyvert, tartom rá a fegyvert, beszólt a Vivinek, mondtam, szedd be a gácsi, ma megütöttem, elővettem vissza a fegyvert, mert ő is előhúzott átékban. Nem tudom milyen melyik fegyvert, a lényeg vette elő a fegyvert, ugye már töltötte az animot, és instant fejbe lőttem. Úgyhogy tartottuk rá a fegyvert. Micsoda, óvoda menet? Miért óvoda menet? Hát most rendőr vagyok, figyelj ide. Így van. Nagy RP, mi? Komoly RP, azt hiszem. Kettem minimum éles lőfegyvert, én meg sokkoló. Én az AK-47-esemet tartottam rá. De nem mondjátok el senkinek, hogy ilyen van. Akkor mindjárt izé. Kik mennek fel? Hova? Sándor. És akkor most a 30-os akkor. Várjatok egy picit, felszedjük a 30-ost. Bár engem leütöttek azt. Az ellenkezőjét mondja teljesen. Nektek annyi RP tudásotok van a rendőrhez, mint nekem, bazd meg. Nekem mint annyi tudásotok. Az a baj, hogy nem tud elfogadni, hogy hatonák. Nem minősítsél, mert felütte az állatot a holdig. Beleszóltam a beszédetekbe, beleszóltam. Valahogy nem. De beleszóltam a beszédetbe. De akkor se szóltam volna, bele végighallgattalak volna. Na mondja. Leárpésztétek, hogy nektek mentem, én is leárpésztem. Ide jöttök, majd a Levike, vagy mit tudom én ki, itt izé, öcskösöm, meg minden, mint hogyha vagoszos lenne a gyerek, nem izé rendőr, mint a vagoszos lenne. Jó, az IC ügy. De, ja, hát bocs, jó, oké, és akkor utána meg izé beszólok a... Mi durva, mú? De beleszóltam a beszédetbe. Itt a taknyoknak. Beleszóltam? Nem. Beszóltam a csajnak, jött és sokkolóval le akartál. Én már megkúrtam volna az első percül amúgy. Majd admint hívsz, mert le lettél ütve. Mindegyik ötök kezébe. Beleszóltam a beszédedbe? Nem szóltam bele, bazd meg! Te nem emeld fel a hangodat rá, bazd meg! Nyugodjatok le, mindannyian jó. Milyen idegbetegek a gyerekek, végem van. De várjál, beszólok a csajnak, idejön le akar ütni sokkolóval, ami majd leüti a társát, és admint hív. Mert hogy leütötte a társat véletlen, engem akartál leüt, de várjál már, beleszóltam a beszédedbe. Ne beszéltek egymásba bele, jól és és akkor le akart ütni sokkolóval, meghaltam. Mi ez a dobod a baznak? Sokkol le, de melyiket sokkoljam le? Most sokkoljam le a csávot, a szondot? Hát az lesz amúgy, ha még sok... Tényleg elélyes veszem, bazd meg a sokkolót, szarok bele. Ezért lelőttetek. Itt az admin. Vége az RP-nek. Ennyi. Meghaltam, kilútoltak, mentek a dolgotokra. De mondhatjuk. A nyúlva lőtt engem le,
vagy na, Newman ütött engem le, de ő nem akart senkit leütni, csak tudjuk jól, akkor miért ütött le? Az meg belepofázott. Beszóljál bele! Az az Kálmán, köszi a lájkot, tesó. Köszi. De IRL nem nyomsz R gombot, meg semmilyen gombot, hogy leütöd a másikat, szóval. Dikka szüszi, a szüszi. Miért tart csak a lekezét? Nem ütöttél le véletlenül még senki? Én még sem. Az volt a nagyon ügyes volt. Hányan vannak fönn? Tessék, Sanyi. Nagyon gyorsan befárad. Megyek én is. Tudja, a faszom vagy. 20-30-an? 40-en? Kurva sokan vagyunk amúgy fenn. Tudom, mit fogok kapni, melyik frakciót, egy kis, a US Marsot megcsinálod. Az, megcsinálod, te. Már, te Noki, soha hatkor megyünk be. Az, hogy Nokik, az ilyet. Nokik, tehát mükszik a szeró. Ugye. Van itt... Miért te mennyi vagy, 10? Van itt mozgalom amúgy. Az, hogy ne. Az kávés? Én mondom. Mert ha nem, akkor mi lesz? Akkor mi lesz? Na várjál, már most beleszámolok. Nagy kemény vagy, nagy kemény vagy. Azt mondja, 2, 4, várjál, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 30, hát vagy 30, valami 40. Nem, közöm az RP, az igen. Sok nonos, jaja. Zoviból, a Zoviból a gyerekek. Na jó, lehet menni innen a picsába elfele. Szerintem. Most kiírta az admin, bazd meg? Azért hívtatok admint, azt itt elástuk volna. Ja, nem így. Amúgy, szerintem. Csak szólok. Azaz. Azaz. Azaz, eléveszem én is a rázatost. Nem probléma. Na, és akkor most mi a pöcsön van? Gyerekek, ott mi történik? Lefagytak a skacok? Vagy most kupolják egymást? Vagy most mi van? Negyven ám voltak, milyen másko? A Besten? Hagyjad már, nagyon dicséred azt a Bestet, bazd meg. Föl kell menjek arra Bestre. Csak az a baj, hogy ezen kívül vagyok még az On The Way, ami most már American Hard Life, ahol a pityutesón van, vagyis ott is van. Ő vezetett be az RP világába. Azt a Bestre, a tegnap töltöttem ki a whitelistet. Azt fölmegyek amúgy, szerintem ma oda is, tudja a csecsem. Na várjátok gyerekek, én útközben úgy csinálom, hogy beülök az autóba. Ide, hátra szeretnék, vagy előre, akár. Én így beülök, azt jövök vissza, éppen dobok egy sárgács, kacuk. Mercit elhozzuk. Hallod? Sanyi Mó. Sanyi Mó. Hallod ma? Na szevasztok, jó játékot! Hello, kösz. Na? Kicsit vigyük már, Geci nem is volt meg ilyen. Csak úgy. Ádát azt kilőttem a karakét, baszod. Ja, bazd meg, de mielőtt megkurtáltok volna. De amúgy ezt most melyik hívta az izét? Mert itt elástuk volna, már rég el lenne felállítva. Amúgy.
Már tettünk volna rá a virágot is, meg minden, az ja, ennyi. Valaki jött a pályán nagyon-nagyon-nagyon nagy sebességgel. Most hova mész, hogy csinálj? Na, izé, Sanyimó, hallod? Ha átmegyek a Bestre, szervaj már be valahova, bassza meg a kurva élet, hallod? Valami bandába, valami alvilág, kartel, ez az, maffia, Goodfatherék, ezek azok, tudod? Szevasz Gotter halt Ádám, köszi a követést, köszi. Nagyon szépen köszöntem. Sziptes vírem! Baszod. Jön a fészkem, gyerekek, pillanat, csak közben rágyújtok még egyet, mivel hogy én kajcsizom a cigit, nem tudom, vágjátok-e. Értitek? Lehet nyomni a megosztást, lájkolni, diszlájkolni, törölni, kedvelni, öcsölni. Micsoda? Milyen kutyához? Ne ríjjon. Mit tankolsz, te sóka? Dizelt. Persze, ebbe dizelt, hogy ne. Dick a másik csávó, az alkát nem rakja le, kezére ráragadt. Az nem szarozik. Hát ő szarozna, hogyan? Nem bízza a véletlen, de amúgy nem is szabad. Az előző a társammal, amúgy nem is tudom, hogy hova lett el. Ki voltam jelölve melléje. Az ja, most elzsaltam veletek, onnan a buliból, az épület elő, és ja, lehet, hogy a főnökön mekkora ezért. Az Igor bácsi, de hát úgy szájba vágom, úgy szájba vágom azt is, fogad kitöpi. Nem kell neki elmondani ám. Nem kell, persze, hogy nem kell elmondani, csak a kollégám nem tudom, hogy mennyire, milyen Mukinak a fia, érted? Íbazd meg, prickol a vér, szana szét prickol a vér, boltot megtöltöttük. Spriccülembe! Intercor, micsoda? Hát mi itt szoktunk ám menni egész nap? Na ott! Na itt! Azt azonnal! Na! Micsoda? Intercor i5, micsoda? Hé! Üldözés! Windows 10! Üldözés van! Elfutna az RP! Rendőrkocsit összetört! Na várjál csak, ha közben RP van, ide is kell figyelnem. Álljon meg! Aló? Álljon meg! A kocka tér! Mehet akár így? Álljon meg, szálljon ki! Nem. Sokkolni fogok. Oké. Lehúzom az ablakot. Jaj, a fejemet bebasztam a fejemet. Ez már a második, már a harmadik felszólítás. Kijövünk, megállunk. Nyolcadik, álljon meg, szálljon ki most ahonnan. Nem jöttek. Szálljatok ki most. Nem. Állj már meg, mit derbizel, geci? Kussolsz, az mi az a derbi? Pillanat, nézem, Gyula. Én vagyok a hülyet, a 8 éves, 10 évet, ő vagyok. Azt a mocskos kurva, atya úristen. Hallott, tesó, 10 évvel több vagyok, mint te. 100-zal, nem? Kik ezek te? Ki vagy te amúgy itt? Lője, kéne lőni ezeket. Na, szóljál már. Halló, mi történik itt most pontosan? Halló, nem áll meg a gyerek. Na az, hogy szarra hát igen, ezt látom. Minket. Hát igen, szarra lögdösnek, pitlenek, fiam, és neked meg kéne állni, már ne haragudjál meg. Ennyi. Na most figyelek rád, amíg itt a gyerekek spanolnak. Nem új kereset, azt írta nekem. Dél. Együtt vagyunk, köszi Sándor, na majd kíváncsi leszek, remélem nem foglak szabadon. Én azt értem, hogy szerinted lögdösnek. Na várjál, Gyulám, azt mondja, hogy... Meg nem godos a kocsia amúgy? Már nem tört. Godos az. Nem, bent van ez bent van. Bent hát figyelj ide. Várjál csak. Na mindegy, nem állt. Figyelj, ő végignéztem igazából ezt a jó kis NRK-t, meg igazából non tetszett. Hát az i5-ös az buli. Itt szüke venni a haverod az elkezde. Mindegy, ez 8 giga RAM, DDR4, Intel UHD. De majd a haverot, ha feljön, akkor ő... Utána kellene nézned, még pontosabban. Néhány virágot kéne ültetni, meg picit. Hogy a videokártya amúgy mekkora, Gyulám? A videokártya érdekelne engemet. Old meg, kérlek. Amúgy elmegy, nekem is 8 giga RAM van. Hát jó, csak le vagyok frizzel. I7-es. 4 gigás videokártya, azt nagyjából ennyi, érted? Az a baj, 10-ből 6 ilyen amúgy. És meneget. Nem, ez igazából az a baj. 10-ből 8. Már unfrizzeltem és beraktam, és még mindig nem tűnt oda. Na. Szervusz!
Végignéztem és elég jó volt az ICOC keverésük. Erről én nem kevertem, kérdezhetni? Ők kezdtek el mondani, beszóltál, hogy 10 évvel nagyobb vagy nálam. Hát az lehet IC úgy is, figyelj. Lehet, hogy én IC vagyok 10 évvel több. Én nem mód szidásnak szám. Hát nem, nem, ez nem, nem szidás, nem azért mondom. Hát akkor? Ja, hát figyelj, igazából én láttam, amit láttam, hallottam, amit hallottam. Nem... Hát azt szerintem be kell akkor pötyögni ezeket, és utána kell nézni, hogy mekkora alaplapi. A haverodnak egy picit segíts be, ha lehetséges, jó? Szerintem az max egy két... Mondd, mert ne belegoltál meg. Esek? Két giga körül lehet, gondolom én. Most jó a hangom? Leggel a hangod, mondjad. Most jó? Aha. Jó, na annyi, hogy a haverodnak segíteni kéne picit. Mert hallottam, amit hallottam. Aztán... Mert? Ja. Hát... Pedig nem volt így COC keverés, se volt jó, szedes. Hogyha... Na! Ez most mi történt? Resi? Gyerekek, resi? Vagy mi a csöcs? Gondolom resi. Resi történik. Nem, hiba. Navazd meg! A 5M. Disconnected by server. Server shooting down. Tehát a szervert zárják be. Ami mit jelent? Hogy szerintem resi van. Ránézek a Discordra pillanat. És kacok közben. De csak így resi, nem is szólnak, azt nem vágom amúgy. De várjatok csak, megpróbáljuk ezeket az ablakokat itt bekúrni, bezárni, így. Most már black, to the black. És lehet, hogy rakok nektek egy kis muzsikát, hogy ne ríjatok. Azt lássuk csak, hogy mi folyik itt Gyöngyösfalván. Közben megnyitom a Discordot, és ránézek, hogy resi van, vagy mi a csöcs van. Vagy csak a 5M kúrja az édesanyját. Lássuk csak. Di-di-di-di-di, felhívások. Be lehet menni a szerverre, azt mondja. Most egy perce, tehát akkor csak ennyi volt a resi. Hát jó, szerintem én akkor lehet, hogy nem megyek föl a resire, vagy izére resire, félreveszélek a szerverre. Letöltöd, igen, de azt meg kell vásárolni. Tehát nem töltöd le, né, Gyula. Nem töltöd le, tesó. Tehát nem lehet kalózkodni ilyen torrentek meg ilyenek, az felállítős. Azt meg kell venni Steamen, Epic Store-on, vagy bármin keresztül. Vagy csak simán elmész a boltba, azt megveszed PC-re, a GTA 5-öt. Dobozostól, CD-stől, szőröstől. Közben visszajövök, mert szerintem amúgy is búcsúzunk, hogy lássátok a búrámat. Tehát megveszed APRT-n, magyarán, legálisan, Dellai. Hazaviszed, fölinstalálod, letöltöd a 5M-et, és akkor azt neki. De amúgy ezt majd, ha netán bele szeretnél kóstolni, majd átrágjuk privátba. Tanít a mestered. Amúgy én se vágom, tehát alig értek egy picit is a dolgokhoz, de az alapokat el tudom magyarázni, érted? Na, ezt amúgy privátba letoljuk. Most látom, vagyunk-e jó páran Twitch-en is, meg Face-en is, de szóri van gyerekek, mivel, hogy úgy látom, resi volt, de már megy is a szerver, de hát most nem fogok szerintem visszamenni. Több mint valószínű, ez most így ennyi elég volt egyelőre. Vagy fölmegyek egy más szerverre, vagy... Köszi! Hát amúgy ketten tényleg mehetnénk, bazd meg, mert ezekkel nem bírsz, hát így nem lehet játszodni.
bazdek, hogy első felszólítás, második felszólítás, lőhetem, nem lőhetem, gumibót, meg rázató, meg faszon, hagyjad ma. Elé a nagy shotgun-t, ratatatatatata, bazdek, ha egy prosszó dészol. Nem azt mondja, hogy tessék, hanem mi a, vagy mi van, akkor már bum a fejbe, halott vagy, hol vagy, bum a fejbe. Érted? Ennyi. Ezt így illene, na de mindegy. De ez ugye nem RP, meg nem lehet így gyilkolászni, stb. Élőben sem így megy éppen. Most jó, picit túloztam. De azért, na, ha vesszük Amerikát, meg más országokat, azért mondjuk nem épp így viselkednek a rendőrök mind itt, hogy faszonféle, tízféle felszólítás, miután nem tudom hányszor koccan a rendőrautóval az illetőnek az autója, meg kurva anyáznak, meg integetnek, így a fuck you, úgy a fuck you, azt második felszólítás, a másik közben így integet, harmadik felszólítás, hagyjad ma. Mi a csöcsöm ez? Hol vagyunk? Mi folyik itt Gyöngyösön? Hát én ezt nem bírom, nem bírom. Nem tudom, jó választás volt ez a rendőrcud, de... az nem az igazi szitu volt. Hopp, közben halljátok. Tittiriri, tittiriri. Valami gond van a PS-sel, ha várjátok csak. Talán majd most. Talán. Ó, és ahogy látom, a hangom az megy, de a képen megakadt. Ó, more. More, more. More. Na. Közben visszajöttem. Hát a rendőrség az amúgy igen, az amúgy sajnos ilyen. Na, visszajött a fészkemen, vissza. Nézzétek el itt közben. Úgy fél vagyok tüzülve ember, úgy fél tüzültettettek a gyerekek, hogy hát persze, hogy izgalmasabb, szarok bele a rendőrségnek a faszára, reaszalok-e, jó nagyot így lefolyik. Hát mi a geci ez? Hát ez így nem buli, gyerekek. Na, visszatérve amúgy igen, közben itt nekem vacakolnak a OBS, na, félreveszélek, bazzink, az USB-k. Na, úgyhogy szerintem most kocolok, tartok egy rövid szünetet, egyet rántok a brére, tudjátok, kis polire ez az. Azt izén, egy 10-15 perc múlva, talán fél óra, de az sok. Többé valószínű felmegyek még egy-két másszer óra, mennyi az idő? 5 óra, még fiatal az idő. Felmegyek egy másszer óra, picit tevékenykedek ott is, azt többé valószínű jövök vissza élőbe, ország és világ előtt, értitek? És akkor folytatjuk már, aki persze úgy érzi, és velem tartana. Na, úgyhogy bátran lájkoljatok, diszlájkoljatok, kövessetek, osszatok, basszátok, megcsináljátok, amit akartok, megköszöntem szépen minden, az eddigi részvételt mindenkinek, stb. Stb. Hamarosan talcsizunk, csőváz, Wiggle 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 wigg
friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.